Jó estét kívánok! Kedves kollégák, örülök, hogy ilyen szép számba eljöttek. A listából azt láttam, hogy 60-an regisztráltak erre a kurzusra, és még néhány embernek kellett leveleznem és a Neptunba intézni, hogy beférjenek. Remélem, mindenki befért, aki akart. Nagyon remélem, hogy akik itt vannak, nem azért vannak itt, mert nincs más jobb dolguk, hanem azt gondolják, hogy talán ez, amivel itt foglalkozni fogunk, az talán érdekes, és érdemes rászánni ezeket az estéket. Én arra készülök, hogy a fél évben 10-12 alkalommal önöknek valami rendkívül érdekeset és fontosat mutassak. Ami miatt én azt gondolom, remélem másként fogják látni a világot, mint ahogy eddig látták. Miért gondolom ezt így? Mert az a meggyőződésem, hogy a világ gondjait az innováció és a kreativitás tudja megváltoztatni, vagy megjavítani. A kreativitást pedig lehet, hogy lehet tanulni, lehet, hogy születni kell vele, de tanulni mindenképpen lehet, hogyha az ember tanul sok-sok mintát. Én ilyen mintákat kínálok önöknek a fél év során, azokat a mintákat, amit az elődeink fölmutattak. Én itt dolgozom ebben az iskolában évtizedek óta, és az egyik fő passzióm, szórakozásom az, hogy gyűjtöm a technológia történet tárgyait. Ezzel kapcsolatban szeretnék önöknek egy rövid kis prezentációt megmutatni, ami annyira friss, hogy ma kellett nekem ezt egy másik fórumon is megmutatni, és azt gondoltam, ha már ezen túlestem, akkor önöknek is megmutatom. Megkérdezem, hogy ki hallott arról, hogy TED? TED, igen. Akkor láttak is ilyen TED előadást. Ezzel kapcsolatban azt lehet elmondani, vagy azt lehet tudni, hogy a TED-re nem lehet jelentkezni, oda meghívást lehet kapni. És ha valaki kapott meghívást, akkor nem könnyű benn maradni. Én egy ilyen meghívást kaptam szerencsémre, és ennek a meghívásnak próbálok eleget tenni, ami abból áll, hogy percekben mérjük az előadás időt. És a tartalmat is. 10-20 oldalas útmutató alapján sok-sok fordulón keresztül kell eljutni ahhoz, hogy valaki egyáltalán oda kiállhasson. Én a magam részéről boldogan alávetem magam ennek a megméretetésnek. Ma volt az egyik ilyen forduló, amin át kellett esem. Következő forduló jövő csütörtökön lesz, és hát ez egy hosszú folyamat. Azt szeretném megmutatni önöknek, ami szorosan kapcsolódik ez a tárgyunkhoz, hogy miért is csinálom én ezt. Hát ez az a történet röviden, hogy sokan gyűjtenek tárgyakat. Talán önök is, vagy ismernek a családból olyat, aki tárgyakat gyűjt. Ha kellően megszállott az illető, akkor lehet tudni, hogy ez elég nagy betegség. Ugye, mert sok-sok mindent lehet gyűjteni, rengeteg dolgot. Én ismerek például, aki mozdonyokat gyűjt. Gondolják el, mekkora macera a mozdonyt hazavinni. Sint kell építeni a házhoz. Nekem jobb a helyzetem, mert én csak az információ technológia tárgyait gyűjtöm, évtizedek óta. Kérdés, hogy minek? Ez a kérdés effektíve megfogalmazódik például a nagyon támogató családomba, hogy amikor fölmerül egy tárgy, egy újabb tárgy, amire lelkesen megjelenek, akkor nem azt kérdezik, hogy ez mi, hanem az, hogy minek. Jogos a kérdés, hogy minek, mert egyrészt pénzbe kerül, nem ingyen adják általában. Másrészt porfogó, harmadszor semre nem használható, akkor minek? Minek gyűjt az ember olyan tárgyakat, ami teljességgel használhatatlan, és a felsorolt kategóriákba esik, porfogó, pénzgyűjtő és egyebek, pénzköltő. Én erre a kérdésre, erre a provokatív kérdésre 4 választ is tudok adni. A fél év során különben ezeket szeretném majd kifejteni. Tehát amikor itt eljönnek, ha eljönnek ezeken az estéken, akkor ennek rengeteg példáját fogok felhozni, ami remélem megerősíti ezt a 4 talán hipotézis, de úgy gondolom állításomat, hogy miért érdemes ilyeneket gyűjteni. Hát ebből az egyik legelső, amit úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezek gyönyörűek. Különösen, hogyha rendezettek. Így néz ki a gyűjteménynek egy kis szegmense. Ezek a tárgyak, ezek, ha nincsenek rendezve, akkor rendkívül rondák. Sokszor kukába állnak, papírdobozba állnak, de hogyha meg vannak szépen rendezve, logikai sorrendben vannak rakva, egymás mellé vannak szépen válogatva, akkor én azt mondom, hogy gyönyörűek. Úgy, mint az idős ember is, ezek is olyan, mint az idős ember, ha meg van szépen fésülve, szépen fel van öltöztetve, rendben van téve, akkor kimondottan szép tud lenni, különösen, hogyha csillog valami a szemébe. Ha ezek hiányoznak, nincs megfésülve, nem csillog, hát akkor nehéz azért a helyzet. A tárgyakkal is hasonló egy picikét, ha ezek rendezetlenek, porosak, koszosak, kutya se nézi meg őket, így megnézi. Ez, amit látunk, ez a szobámnak az egyik fala.
Amit itt látunk, az a jéghegynek a csúcsa. Mert én évtizedek óta gyűjtöm ezt a dolgot, kellően mániásan, ezeket szisztematikusan rendezem, sorba fűzöm őket, és hát próbálok valami értelmes dolgot kihozni belőle, azon túl, hogy gyönyörűség. A második szempont az, hogy amikor én ezeket a tárgyakat közelről megnézem, egész közelről, mint például ezeket a körzőket itt az oldalán, vagy ezt a elektroncsövet itt az elején, akkor ha egész közelről megvizsgálja az ember, megértheti a működésüket. Ha megérti a működésüket, akkor ebből esetleg máskor tud profitálni, mert nagyon sok minden hasonlóképpen működik. Ha megnézzük például a körzőket itt az alján, valami miatt érdekes módon egy régebbi prezentáció megy, mint amit szerettem volna, nem tudom miért, vagy a közepébe ment bele, ezt én most bocsánat nem tudom megmondani, de visszalépek még egyszer, mert szeretném ezt úgy mutatni, mint ahogy eredetileg szándékoztam volna. Ha visszamegyek egészen az elejére, még jobban ide, és még egyszer megpróbáljuk, akkor, hogy ha igaz, ennek el kell menni, hát sajnos egy-egy régebbi verziót hozott le, nem tudok vele mit kezdeni, majd eljutunk oda is. Ezeket, amiket itt látunk, ezek például a mikroprocesszoroknak bizonyos szegmensét mutatják. Ha ezeket megértjük, hogy hogy működnek, legalább sok mindent megértünk belőlük. Ez szerintem a jövőben is felhasználható tudást jelent. Hogyha közelebb megyünk, és például megnézzük itt ezeket a körzőket, mint ahova szerettem volna eljutni, akkor ezeknek az az egyik érdekes tulajdonsága, hogy majd itt az órán kifejtem rögtön az első órán, hogy számomra is meglepő volt, amikor ezzel szembesültem, hogy a körzővel indult a technikai civilizáció. Gondolhatjuk, hogy másra, de nem, majd be fogom bizonyítani, meg fogom mutatni, hogy miért. Ugyanis körzővel mindent meg lehetett csinálni évezredeken keresztül. Az óra második felében, amikor majd eljutunk oda most a gyakorlathoz, szeretnék megdöbbentő videókat mutatni, amely ezt a témát alátámasztja. Ezek a tárgyak, amiket itt látunk, ezek nem gyerekeknek az iskolai körzői voltak, hanem a nagymestereknek, a tervezőknek a titkos tervezőeszközei, amiket féltve őriztek. Úgy féltve őriztek, hogy a zsebükbe hordták őket. Mert annyira fontos volt, ezt nem adták oda senkinek, ez valahogy meg lehetett örökölni. Aztán később az örökösökben nem nagyon becsülték, úgyhogy a második szempont, amit én itt föl tudok hozni, miért érdemes ezeket gyűjteni, hogy amikor ezeket restaurálom, tapogatom, akkor úgy érzem, lehet ez egy önző dolog, mint hogyha virtuálisan kezet fognék az illetővel, az a nagymesterre, aki ezt csinálta. Mellesleg, tisztelve az ő igényességét, a minőségre való törekvését és a szellemét, boldoggá tesz, hogy ezeket megőrizhetem. Szép állapotban. Olyan szép állapotban, mint amilyenben ők használták annak idején. Hogyha ezzel tovább lépünk egy picikét, és megnézzük, hogy mire jó ez például, hát sok-sok mindenre jó, rengeteg tárgyat lehet velük tervezni. De most csak két példát szeretnék ebből kiragadni, ami az egyik legelső számítógép, vagy számológép inkább, ez a padobozos, aminek a különös érdekessége az, hogy ez az egyik legelső, amit valaha csináltak, kicsit több mint 100 éve. Egy németországi, pontosabban bécsi, német nyelvű ember készítette, úgy hívták, hogy Jakob Herstork, aki számológépeket gyártott és nagy sikerrel vitte. Ilyeneket, mint ez a gyönyörűség. Lesz egy külön óra, ahol a számológépeknek a folyamatát ismerjük meg, hogy miből mi keletkezett. De ami különös érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ha ezeknek megnézzük a belsejét, a gyönyörűségeket, akkor meg lehet érteni, hogy hogy működik. Egy iPad-et az ember kivesz, vagy egy ilyen mobiltelefont, ott nem tudja megérteni, mi működik. Ez le van ragasztva teljesen, bele se lehet nézni. De az ember az előfutárokat megnézi, akkor megértheti, hogy hogy működik, és azokból sok minden kikövetkeztethető. A történet végeit, amit szeretnék megemlíteni, ez az, hogy sokszor előfordul, hogy az ember jobbat szeretne csinálni, mint az apja. Ez a számológép, ez is egy ilyen történet köthető, ugyanis volt egy olyan érdekes helyzet, hogy a kisfiú, aki a gyárban nőtt föl, hajtotta a motiváció, hogy jobbat csinálja, mint a papája. Sokkal jobbat csinálja, mint a papája. Hát csak a papája mindig kordába tartott, és azt mondta, hogy hát kisfiam, azért nem olyan egyszerű jobbat csinálni, úgyhogy végezd a munkádat. De az illető kitartó volt, és azt mondta, hogy mégiscsak kigondolja, hogy hogy kéne ezt megcsinálni, sőt 1937-ben be is adott egy szabadalmat, amit megkapott rá. Bal szerencse azt hozta, hogy kitört a háború, jött az Anschluss, németek bevonultak Bécsbe, papája gyárát átállították hadigyártásra, lövegeket, jutacsokat gyártottak. És ahogy folytatódott a háború, egyre keservesebb lett. Végül is oda jutottak, hogy a kisfiúnak, akit úgy hívtak, hogy Kurt Herstork, el kellett menni Buchenwaldba. Ezt a nevet ismerjük, ez egy nagyon rossz név.
mert nagyon sok embernek ott lett a vége, neki is ott lett volna, ha nem jön az ötlet. Az az ötlet, hogy ő ért ezekhez a dolgokhoz. Meghoztak egyszer egy szállítmányi számológépet, egy Olivetti olasz számológépet, amit ő véletlenül meg tudott javítani. És ezért respektet szerzett magának, és miközben javította ezeket a gépeket, kiszivárgott, hogy ő ennél sokkal jobban tudna csinálni. Annyira kiszivárgott, hogy a táborparancsnokhoz is kiszivárgott, hogy a táborparancsnok eljött hozzá, és azt mondta, hogy na mi az, amit te tudnál csinálni? És ő elmondta, persze, hogy elmondta. Azt mondta, hú, ez olyan jó, ha ezt meg tudnád csinálni, ez egy méltó ajándék lenne a Führernek, ha győztünk a háborúba. Most utólag azt mondhatom, én mint egy ilyen témában kicsit járatos, vagy nézelődő, hogy igaza volt a parancsnoknak, mert ez egy méltó ajándék lett volna, méltó győzelmi ajándék. A sors úgy hozta, hogy a Kurt Herzog addig rajzolgatta ezt a tárgyat, amíg véget ért a háború, ő megúszta, háború után kijött, alapított rá egy gyárat, és elkezdte gyártani ezt a kis csodát, amit úgy neveznek, hogy kurta. A technika történet egyik legjobban becsült tárgya, ez ugyanaz, mint az a nagy, amit az előbb mutattam, csak ilyen, mint egy óramű. Ilyen finom hangja van. Majd ha valaki akarja, közelről megnézi. Ezzel mindent lehet csinálni, amivel egy számológéppel lehet. Mármint összeadni, kivonni, szorozni, megosztani. Szögfüvényt nem lehet vele csinálni, de ezt lehet vele csinálni. Úgyhogy a tanulság ebből a történetből az, hogy itt rengeteg tárgyat majd igyekszem önöknek megmutatni. Megmutatom a kultúrtörténetét és a környezetét. Ugyanakkor remélem, hogy majd tapasztaljuk, hogy ezek az ötletek talán áttehetők máshova is. És amikor sok-sok gonddal küzdünk, rengeteg gond van, szegénység, tudatlanság, idős beteg emberek, lápolási igényei, sem mond mindent sorolhatnék. Ezeket a kreativitást tudja megoldani, ezeket a problémákat. Azok az innovatív ötletek, amik ránk várnak, meg önökre várnak. És ha valaki tudja, hogy a korábbi nagymesterek hogy csinálták, ha szerencsék van, használnak belőle valamit. Úgyhogy én ezt kínálom a kurzus során, és hát ennek lesznek a részletei kifejtve a későbbiekben. Világos? Hogy mi a kurzusunknak a követelménye? Szeretném elmondani a következő ábrát. Hát megyünk ide. És a következő ábrán ezt szeretném megmutatni. Mielőtt tovább megyek, arra felhívnám a figyelmet, hogy van ez az alsó cím, ez az alsó URL, ez. Ide fogom én föltenni azokat az anyagokat, amiket itt az órán használok. Prezentációkat, segédanyagokat, megnézendő videóknak az URL-jeit, felkészülés segítő kérdéseket, meg egy csomó mindent, amit szeretném, hogyha használnának. Ez az egyetemi elvárás, hogy ide is átkerüljön, oda is át fog egyszer kerülni. Hogy mennyire gyorsan, azt nem tudom, egy-két hét, vagy viszonylag szűk időn belül. Én saját magam ezt fogom kezelni, az alsó címet, ide bemásolom, amit tudok, és ott meg lehet nézni, például, ha szerencsém van, és működik a technika, a videókat is. Videókkal kapcsolatban szeretném azt elmondani önöknek, most is, hogy egy megdöbbentő dologgal szembesülök nap, mint nap. Ez a megdöbbentő dolog az, hogy alapvetően megváltozóban látszik a felsőoktatás struktúrája. Hogy ez igaz vagy nem, ez majd kiderül kis idő múlva, kis idő az egy-két év. De most, hogyha az ember belenéz abba a szolgáltatási kínálatba, amit a nagy egyetemek nyújtanak, akkor az embernek eláll a lélegzete, az enyém is. Annak jelen, hogy évtizedek óta igyekszem itt ezzel megbirkózni ezzel a feladattal, ha az ember azt látja, hogy az egész világgal verseny, az nem egy könnyű helyzet. Hadd kérdezzem meg, hogy ki ismeri azt a helyet, hogy iTunes University. 1-2. Végeztek már ott kurzust, kollégák? Még nem. Azt hangsúlyoznám, hogy még. Valószínűleg fognak a közelébe végezni a kurzust. Ugyanis, hogyha most átlapozok oda egy pillanatra, hogyha egyszerre meg tudom tenni, akkor oda átlapozok egy kicsikét. És azt mondom, hogy ide fölmegyek erre az oldalra, és ide visszalapozok még jobban, még jobban. Azt mondja, hogy iTunes University, itt van, ez az oldalt megnyitom, így, megjött. Akkor azt lehet itt látni benne, hogy ha mondjuk ide belemegyek, hogy az egyetemek és a főiskolák betűrendbe ide belemegyek, ide. Akkor azt lehet látni, ha látható hátulról, hogy itt vannak az együttműködő egyetemek. Ez a piszok hosszú sor. Ez az egy-egy ilyen légypiszok, amit itt látunk, ez egy egyetem. Nem kicsi, nagyok.
Ezek az egyetemek fölkínálják az oktatási anyagaikat ingyen legtöbbször a publikumnak, nekünk. Persze ennek van egy fontos záloga, kell tudni angolul. Aki nem tud angolul, ebből nem tud kérni. Az egyik fontos dolog, ami nem csak én ismerem föl, de sokan fölismerik, hogy az egyik legfontosabb feladat egy mai fiatalnak, amikor az egyetemen tanul, hogy az angol szókincsét, meg az angol jártasságát olyan szintre hozza, hogy viszonylag akadálymentesen tudjon haladni ezen az úton. Hogyha az ember ezek közül kiválaszt egy egyetemet, nagyon sokat lehetne, ugye ez mind egy-egy egyetemnek a kínálata, de hogyha most egyet visszalépek csak azért, hogy egyszerűen tudjak itt valamit megmutatni, akkor itt van például az MIT, az híres nagy amerikai egyetemnek, az úgynevezett nyílt egyetemi kurzusainak a listája. Elképesztő mennyisége van. Nagyjából 10 éve indultak el azon az úton, hogy a kurzusaikat így, mint ahogy én, csak gondolom talán még személyzettel, fölveszik videóra. Ezeket a videókat utána egy kicsit szerkesztve fölteszik a webre, elérhetően a hallgatóságnak. A szövegét leíratják, hogy legyen bele szövegleírat. Ezt a szöveget podcast formájába fölteszik, és amellett még rengeteg kiegészítő anyagot, syllabus, gyakorló példákat, meg rengeteg mindent. Úgyhogy, ha valaki akar tanulni, akkor teheti. Én remélem, önök nem azért vannak itt, még egyszer mondva, hogy nincs jobb dolguk, hanem azért, mert szeretnének nagyon tanulni, és erre még soha ilyen lehetőség nem volt, mint most. Hogy elképesztő módon lehet tanulni, mert ott van hozzá az eszköztár. Kell hozzá az a nyelvi eszköz, amivel az ember hozzáfér ez az eszköztárhoz, meg természetesen kell hozzá valamilyen eszköz, egy ilyen elektronikus valami. Én azt gondolom, leginkább egy tabletféle valami, mert ezt a tabletet viszi az ember leginkább magával könnyedén. A másikat is viheti csak macerással, fölébe kell tenni, meg táp kell hozzá nagyon sokszor. Ezekhez sokáig nem kell táp, sok óráig nem kell táp. Úgyhogy ha az ember hozzá akar férni a tudáshoz, akkor ezt megteheti ezeken az oldalakon keresztül. Hogy történeti kurzus, amire most járunk, az mennyi van, nem volt időm alaposan körülnézni. Én azzal láthatom magam, hogy talán nincs ennél jobb. Minden cigány a saját lovát dicséri. De hogy ilyen tárgyakat sokan nem tudnak felmutatni, azt gondolom, mert ez nekem több évtized kellett, és nagyon alapos odafigyelés, hogy a tárgyak ne nagy logikai szünetekkel kövessék egymást, hanem a kis lépések is meglegyenek. Kellően mániás, bekattant ember vagyok ezért, ha tudom, hogy milyen témán munkálkodom, akkor igyekszem a legkisebb lépésekkel megszerezni mindent, ami hozzá tartozik. Ez sokszor nem kis áldozatot igényel tőlem, sem meg a családtól se, de eddig még volt erőm, és azt gondolom, hogy ezt, amit én eddig összegyűjtöttem, ezt önökkel itt szeretném megosztani. Az elmondottak miatt, mert remélem tanulnak belőle. Egy múzeumban ezt nem lehet megtenni, mert a tárgyakat nagyon kell védeni. Én is igyekszem őket nagyon védeni, de azért ilyen kivételes esetekben el fogom idehozni ezeket a különleges tárgyakat, és ha valaki akarja, egész közelről megnézi, sőt, megtapogatja, ha akarja. Nyilván nagyon kérni tisztelettel, hogy kellő alázattal, mert nem mindig reprodukálhatók a tárgyak. Nem lehet még egyet könnyen beszerezni belőlük, meg megjavítani is nagyon nagy macer, hogyha tönkrement. Úgyhogy ezért nagy gonddal kell őket kezelni. Tehát, visszatérve a prezentációnkhoz, és átlapozva itt a következő mi oldalunkhoz, ehhez. Azt szeretném elmondani, hogy a mai órán a számolás történetéről fogok néhány dolgot kiemelni. Természetesen az ember minél mániásabb, minél közelebb megy, annál részletesebb dolgokat tud meg, amit egy ilyen órán nem lehet elmondani. Néhány fontos, kiemelkedő pontot ki lehet emelni, ezt fogom majd megtenni. Néhány kivételes érdekességet kiemelek, és azt megmutatom. A követelményekre azt szeretném elmondani, hogy a korai számolás eszközein túl majd sok minden mást is megismerünk. Az összes technikai elemnek a fejlődés történetét, mármint a aktív elemeket, tranzisztorokat, integrált áramköröket, mikroprocesszorokat és egyebeket, világítás technika történetét és még sok-sok minden mást is. És ez a követelmény. Mivel ez úgy tudom, hogy egy 4 kredites tárgy, jól tudom én ezt, kollégák? Talán nem mondják azt, hogy elrugaszkodott ürge vagyok, hogyha azt mondja, azért szeretnék cserébe is kapni valamit. Tehát ha valaki 4 kreditet itt szerez, én cserébe szeretném, hogyha szolgáltatna is nekem valamit, nem önzően, hanem azért, hogy egyrészt beletegye a munkát, meg valami jó dolog kisüljön belőle. Ezért én elvárom, hogy kell csinálni majd anyagfeldolgozást. Abban a kivételes helyzetben vannak, hogy olyan munkába vednek részt, amiben még eddig nem sokan. Az elmúlt 2 évben tudtak a kollégák szintén bekapcsolódni, de ha jól beleteszik magukat,
sok energiát beletesznek, akkor nagyon hasznos munkát végezhetnek. Ugyanis képzeljék el, hogy egy lelkes csapattal elhatároztuk, hogy a következő 1-2 évben, aminek a vége nincsen meghúzva, hogy mikor érünk a végére, de sietünk vele, a következő 1-2 évben feldolgozzuk a magyar informatika történetét. Összegyűjtünk mindent, ami van, amit föl lehet lelni. Úgy neveztük el, hogy informatika történeti adattár. Mindent összegyűjtünk bele. Az összes céget, az összes terméket, az összes emberrel kapcsolatos fontos dolgokat, az összes érdekes történeteket, ami ide tartozik, a fontos videókat, a fontos kiadványokat és sok-sok mindent. Ennek van egy oldala, és ezt szeretném önöknek megmutatni. Van egy rendezvény sorozatunk, amit úgy neveztünk el, hogy Informatika Történeti Fórum. Hogyha bemegyünk most ebbe a fórumba, és itt azt mondom neki, hogy itf.nyst.hu, itf.nyst.hu, akkor nem egészen korszerűen, de igen, egy Z betű hiányzik belőle, tehát itf.nyst.hu, igen, meg is jött az oldalunk. Hát itt azt lehet látni, hogy sok-sok minden érdekességet próbáltunk mögé tenni, talán szebbíthető formában. Tehát például, hogyha bemegyünk az eseményekbe, akkor azt lehet látni, hogy évekre visszamenőleg, hogyha megnézzük mondjuk ezeket az eseményeket úgy, hogy időrendben, akkor azt lehet látni, hogy egymás után egy csomó rendezvény történt. Legutóbb a Malév informatika történetét dolgoztuk föl, itt az Óbuda Egyetemen, ahol például a sok érdekesség között olyat megtudtunk, hogy mit gondolnak, hogy 1972-ben, amikor még gondolom tudják, hogy internet nem volt, mert még nem találták ki az internetet, a magyar Malév csatlakozott a SITA nevű nemzetközi repülő helyfoglalás és irányítási rendszerhez, és amikor valaki például szeretett volna egy repülőgépre helyet foglalni, akkor azt itt egy terminálon intézték a Malévnél. A szerver, ami ezt kiszolgált, az Atlantában volt, Amerikában. És mit gondolnak, hogy mennyi volt a válaszidő 72-be? Egy számot szeretnék hallani. 2 másodperc. 72-ben 2 másodperc volt a válaszidő, ami azért megdöbbentő sok minden miatt, mert a 2 másodperc még most sem olyan irdatlan nagy idő. Ugye most megszoktuk a 2 millisekundumot, ami mondjuk ugye ennek az ezred része, de az 2 másodperc az emberi idő. Megnyomtam a gombot, mire oda néztem, már visszajött a válasz. Ennek a rendszernek például nagyon sok érdekes következménye lett, amit úgy a sorok között olvasva lehetett megtudni. Azzal, hogy a Malév beszállt abban a nemzetközi irányítási rendszerbe, nem csak az utasokat, a csomagokat is ebbe kellett nyilvántartani. Ebből adódóan a sokszor félt, utált, rettegett nyugat minden tudott rólunk. Az összes utazás minden adatát. Úgyhogy amikor arról gondolkozunk, hogy itt a magyar vezetők miért szerettek vonattal utazni, lehet, hogy ez nem igaz, és lehet, hogy csak kitaláció, de a repülőútnál ott az adatok látszottak volna, a vonat után nem látszik semmi. És az összes adatunk látszott ugyanígy. Na hát ide erre a listához visszatérve, sajnos hátulra nem jól látszik, de majd többek között ehhez kérem a segítségüket, hogyha ezeket a listákat itt megnézzük, bármelyiket kiválasztam, mondjuk a KFK-t kiválasztam, mindig az első ilyen rendezvényünk volt, ott lehet rajta látni az embereknek a hozzászólásait, mellette lévő kis nyíl, önöknek ez triviális, idősebb kollégáknak nem, a kis nyíl elvisz ahhoz a videóhoz, ahol lehet látni az előadást. Képzeljék el, hogy ezekből a videókból több mint 70 óra szerkesztett videó van fönt az interneten, tehát az internet meg az egyáltalán az informatika történetéből nagyon sok minden megnézhető az élő személyektől. Tehát azoktól a személyektől, akik csinálták az egészet. Elég megdöbbentő. Ki jár most Archi 2-re, vagy 3-ra? Tanulhatja a sima tanárulnál most, vagy nem? Még nem. Akkor ez nem érdekes most annyira. Ugyanis azt szeretem volna megmutatni, hogy van egy ilyen része ennek a gyűjteménynek, hogy a szakmánk nagyjaival készítünk interjúkat, arckép interjúkat, hogyha ide visszamegyek még egyszerre az oldalra, és akkor azt mondjuk, hogy adattár, vannak ilyenek, hogy személyek, szakmai életutak, videóriportok, akkor most meg lehet nézni 24 nagymesternek a videóriportját. Ezek szerkesztett anyagok,
igyekszik áttekinteni az illető nagyon fontos tevékenységű embernek az életpályájából néhány elemet, és hát valahogy egy jó arcot felmutatni közülük. Ha szerencsém van, meg tudok ebből mutatni egy pillanat alatt valamit nagyon gyorsan. Ezt ide ráhangolom. Remélem most is működik, és akkor nézzük meg, hogy ez működik-e. Ezek közül mondjuk nézzük meg az egyik ilyet, mint a Béládi László. Béládi Lászlóról többek között azt kell tudni, hogy az IBM-nek volt az egyik vezetője sokáig. És a nevéhez kötődik a szoftver technológia kialakulása részben. Ugyanis az IBM évtizedekig azt mondta, hogy a szoftvernek nincsen szerepe, csak egy nyűg, mert hardvert árulnak, és a szoftver az csak egy ilyen rossz dolog. Ő volt az egyik élharcos ennek, aki azt mondta, a szoftver is egy termék. A szoftver is egy olyan produktum, amit mérnöki eszközökkel lehet tesztelni. Aztán végül több évtizedes munkája eljutott oda, hogy az IBM is ezt figyelembe vette. Később meg Mitsubishi-nál át cégeknél is volt szoftvervezető. Nézzünk bele, hogy például hogyan beszél itt a Béládi tanár úr. Az első két percben nézzünk bele. És Japánban dolgozott, mint fejlesztő mérnök és kutató. Közel 20 évig a híres IBM Hatzmaliszkör Centernek végzett szertárgazó munkát, operációs rendszerek, virtuálképek architektúrája és számítógépes grafika területén. Több jelentős intézmény, így az IBM, az Austin Texas AMCC és a Mitsubishi amerikai kutatóintézetében volt a szoftverkutatások irányítója. Nevéhez is köthető a szoftver technológia, mint szakterület kialakulása. A szerzőtársával itt Program Evolution című könyve, a szoftver technológia egyik legismertebb forrás munkája. A virtuális tárrendszerek tárgyi tanulmánya pedig az egyik legtöbbet hivatkozott publikáció. Kiemelkedő szakmai munkája mellett, melyet a róla elnevezett Béládi algoritmus is példáz, nagy figyelmet fordított a tehetséges munkatársaira. Pályájuk és a hazai szoftver eredmények világban való elterjesztésének segítésére. Ő különben most is Amerikába jött, csak emiatt hazajött a riport miatt, vagy részben a riport miatt, és... Hát én csak mindig azt tapasztaltam, hogy végig a regisztrálja eredmek az eredeti oka, hogy én nekem sikerem, egyik oka legalábbis, hogy nekem sikerem volt, az a műegyetemi oktatás öttem állandó után, én hálás vagyok a magyar műegyetemnek. Miért? Mert az alapokat megtanultuk. Később aztán, ha alkalom ezt elmesélem, hogy a 10 éve ezelőtt időben rengeteget tartottam előadásokat egyetemekkel különböző témákról, de sosem ulasztottam el azt mondani, hogy egy modern technológiai egyetem az csak 2-3 évet tanítson, és az alapokat tanulják meg. Utána küldje őket az iparba és különböző helyekre, ahol aztán hozzászedik a legmodernebb dolgokat, amit nem lehet másként. És azt már esti több tanfolyamokon kell feldolgozni, amit az iparban fél munkában dolgoznak. És ez a következtetésem belőle. Tehát én úgy éreztem, hogy nekem nem voltak nehézségei. Na hát egy ilyen példa csak. Jövő héten fogok hozni egy listát önöknek, amiben felsorolom azt, hogy milyen munkákat lehetne vállalni. Én nagy... Bocsánat. Bocsánat, elnézést kérek, hogy ügyetlenkedtem ezzel. Visszamegyünk ide másik oldalra, és akkor... Megtaláljuk azt, amit szeretnék előbb-utóbb. Igen, itt tartom. Tehát fogok hozni egy listát,
amiből lehet választani egy terméket. Már eddig is sok termék fel van dolgozva, de lehet választani ezek közül egy terméket, amit szeretném, hogy önök kikutatnának. Amit tudok, segítek, de nagyrészt önállóan kell kikutatni. Másrészt lesz egy olyan lista, ami cégeket fog tartalmazni. Van, amiről már van információk, van, amiről nincsen. Aztán lesznek gépek, számítóközpontok, személyek. Tehát egy hosszú lista sor lesz, amiben szeretném az önök kutató munkáját kérni. És részben az lesz a produktum a fél év során, hogy ezt mint egy esszé meg kell írni. Adok hozzá formátumot, az lesz a személyes dicsőségük, az önök neve alatt fog felkerülni ebbe a történeti fórumba. Oda lesz írva, hogy kidolgozta XY, úgyhogy egyetemi hallgató. Amit majd idővel lektoráltatni szeretnénk, és ha valaki rákeres egy ilyen termékre, cégre, személyre, akkor az önök nevét is megfogja, talán önök végezték a kutató munkát. Ez az egyik ilyen, amit szeretnék majd kérni önöktől. Tehát lesz ilyen eszély, amit kell csinálni. A végén ezt prezentálni kell, úgyhogy amikor itt vetítem az időpontokat, remélem nem rontottam el, azt lehet látni, hogy lesz összesen két ZH, amihez rengeteg kérdést adok támpontként. Több tárgyat tanultunk itt közösen, én úgy szeretem a tárgyaimat szervezni, hogy adok hozzá egy csomó kérdést. Ha valaki azokat végigolvas és tudja a választ, akkor tudja az anyagot. Ha nem, akkor meg kell keresni hozzá a választ, amihez én igyekszem segédanyagokat adni. Prezentációval, segédanyaggal, videókkal, minden, amit tudok hozzáadni. Tehát van a két ZH. Itt a végén be kell adni ezt az eszéket, majd ennek a részletes szervezését én elmondom. És a végén az utolsó három alkalmat pedig mindenkinek ki kell ide állni és prezentálni. Amit szintén videóra veszek, és ha valaki veszi a fáradtságot, tanul belőle. Megnézi, hogy ezt hogy csinálta. Nagyon fontos tényezője a mérnöki munkának, hogy el tudják adni, amit csináltak. Parancsoljon. Akkor 113 azok már 13-at akarsz lenni? Biztosan elrontottam, igen. Igen, május 13, igen. Valószínűleg elrontottam ott azt a dolgot. Május 13 a következő alkalom. Tehát összesen az utolsó három héten lesz ilyen prezentáció, ezt fogok külön adni majd egy beosztást. Én az óráimon még nem tartottam eddig katalógust, most se fogok. Tehát nem az a módszer, hogy körbe megy egy papír, és akkor nézem, hogy ki van itt. Ugyanakkor nagyon törekszem rá, hogy amit majd elmondok, azért érdemes legyen este itt lenni. Én úgy szervezem az esti programokat, hogy az óra első részébe itt önöknek mutatok anyagot, elmondok érdekességet, fontos összefüggéseket. Az óra második részében pedig rengeteg tárgyat idehozok, ahol azokat a tárgyakat meg lehet ismerni, és akinek kérdése van, szívesen válaszolok rá. Ma az egyik ilyen tárgy, amit ide fogok hozni, ez a logarléc lesz. Ugyanis volt egy körülbelül 40 év, vagy 50 év, amikor a mérnököknek, a mi elődeinknek a legmeghatározóbb szimbólum a logarléc volt. És mint az egyik legmeghatározóbb számoló berendezés. Szeretném, hogyha egy csöpp tapasztalatot szereznének ezzel. Példaként azt nem elmondom, hogy más is a nagy helyeken, nem IT-n is tartanak logarlécórát, nem azért, hogy azzal kelljen haladni. Mert mai számítógéppel sokkal gyorsabban ki lehet dolgokat számolni. De vannak kifejezett előnyei a logarléces gondolkodásnak, és ebbe szeretném, hogyha bele pillantanának egy picit. De ez egyik ilyen, amit ma szeretnék majd. A másik pedig a gyakorlaton szeretném, hogyha megismernék, hogy hogyan kötötték az inkák a kiput. Tehát fogok hozzáhozni nyersanyagot, és megmutatom, lehetnek szerezni tapasztalatot a kipukkötésnek a technikájában. Ez a két praktikus skill, amit már kínálok, és máskor is lesz mindig valami, amit így ki lehet próbálni. Tehát amit ide hozok, és akkor meg lehet nézni a tárgyakat. Azon túl pedig az óra második részében néhány videót is szeretnék felkínálni. Hadd kérdezném meg, hogy világos a követelmény, kollégák? Jó. Igen. Jó kérdés. Azt gondolom, hogy kis csoportok is lehetnek. Itt van egy konkrét vágyunk, ugyanis ez a munka, ez a történeti feldolgozó munka, ez most gondoljuk, hogy begyorsul. Ezért vannak erre a témára jelentkező reszortfelelőseink. Ezek a szakmának kiemelkedő kollégái, idős kollégák, akik évtizedekig valami nagyon fontosat csináltak ebbe a szakmába, szömükkel készült interjú, majd megnézhetik, hogy kik ők. És ezek a kollégák fölkínálták azt, hogy együttműködnének két-három fiatal emberre. Úgyhogy majd fogok hozni egy ilyen listát, hogy például cégek, termékek, személyek, a kategóriában ki az az illető, aki vállalna ezt a koordinátori munkát, és szeretne magán néhány munkatársat szerezni. Fiatal embert, aki együtt dolgozna vele. Úgyhogy ő megmondaná, hogy mit kéne kikutatni, és akkor majd a fiatal ember meg kikutatja. Bónuszként azt tudom ajánlani, hogy a szakma kiválóságával dolgozhatnak együtt,
Én azt mindig elmondom a kollégáknak, hogy sajnos időlimittel kell dolgoznunk, mert mi ezt lelkesen csináljuk, akármeddig tart, de önöktől nem várjuk ezt el. Önöktől azt várjuk majd el, hogy néhány órát egy hetente ezzel foglalkozzanak. Az eredményét majd itt produkálják a végén, és a webben is látható lesz, hogy önök hozzátették ezt a munkát. Úgyhogy jövő héten lesz ez a lista, és az a választás, amikor szeretném, hogyha ez a listák, amiket körbeadok, mindenki beírogatná magát valahova. Utána, hogyha itt ez az idő nem elég, amit itt tartunk közösen, én szívesen tartok konzultációt, és ezek a kollégák, akik ilyen csoportfőnökként szeretnék szervezni a munkát, ők is külön ígérik azt, mert ha találkoznak az emberekkel. Úgyhogy ez az, ami csoportmunkaként lehet. Egy-egy termékfeldolgozás egy embernek lesz a munka. Tehát arról van szó, hogy egy terméket ki kell kutatni, akkor az egy emberes munka. Jó? Még ehhez kapcsolódóan. Azt kell, hogy sajnos rendszeresen szembesüljek vele nap mint nap, hogy gyorsabban változik a technikai világ, mint ahogy én képes vagyok követni. Ezzel nem én vagyok egyedül, így azt gondolom, de ez engem nem nyugtat meg. Például, amikor készítjük ezt az oldalt, ezt a történeti oldalt, akkor az nagyjából azt a sok éves szemléletet tükrözi, amit eddig mi megtanultunk. De abszolút nem tükrözi azokat a friss dolgokat, amiket meg önök használnak. Ezért, hogyha tudnának ebbe segíteni, hogy hogyan lehet ezt a témát egy kicsit közelebb hozni a fiatalokhoz, igyekszünk a tartalmat adni mögé, hogy értelmes legyen oda menni. De az, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, hogy kell-e hozzá Facebook, kell-e hozzá Twitter, kell-e hozzá ez az amaz, ebbe adjanak tanácsot. Ha valakinek van egy jó ötlete, azt szívesen meghallgatjuk, és ha tud segíteni ebben, még azt is szívesen elfogadjuk. Tehát, hogy ezt egy élőbbé tegyük, mint ahogy most, ez egy statikus honlap most. De szeretnénk egy kicsit, úgymond fiatalosabbá tenni, ebben önök tudnak segíteni, mi nem tudunk. Nekünk eddig ér a határunk. De ugyanakkor látjuk az igényét, hogy mennyire kellene. Az ember fölmegy a nagy külföldi helyeknek a honlapjaira, mint például az Amerikai Számítógép Múzeum oldalára, akkor ott négy ilyen kis szimbólum is van, a Facebook, meg a Twitter, meg nem tudom én minden még. És mindegyiknél lehet látni, hogy hányan látogatták, és hogy mi minden történik, és ott zajlik az élet. Ezt a zajlik az életet, ezt részben szervezzük majd, mi azt tudjuk vállalni, vagy szeretnénk vállalni, hogy olyan értelmes tartalmat tudjunk mögé tenni, ami miatt érdemes oda menni. Sok ilyen van, nagyon sok érdekes ilyen van, majd ezeket menet közben kifejtem. A jegyekkel kapcsolatban a szokásos történet, hogy hát ez a feketeit felejtsük el. Sajnálom, oda kell mindig írnom ezt, hogy aki nem adja be, akkor mit csinál Kirgumburgum. Ez, amit én nagyon nem szeretek, itt a végén küzdeni. Kérem, adják le időbe az eszét, mert nem tudom kijavítani, és akkor küzdenem kell. Hadd kérdezném meg, világos a követelmény, gyerekek? Ott látszik, hogy miből áll össze. Eszé 15 pont, második esző 15 pont, beszámoló 20 pont, 2ZH 25 pont, és ez alapján így kijön az eredmény. Innentől kezdve mechanikusan kell, hogy intézzem a dolgot, akármennyire szeretek valakivel személyesen beszélgetni, de összejön a pontja, ott meghúzom a határt. Valakinek nagyon nem tetszik, akkor majd megbírkozunk egymással, de ez az alapalgoritmus. Világos, kollégák? Na hát ennyit erről. Tessék? Hát ugye tele van hibával, sajnos, el kell ismerni, igen, jó lenne, igen. Jó lenne, igen, igen, igen. Igen. Na hát bocsánat érte. Az ilyen hibákat legyenek szívesek, ha nem csak órán mások is jelezzék, mert nem igazán örülök, ha jelzik, meg kijavítom. Tessék? Azt, hogy a 2ZH-nak az 50%-át teljesíteni kell, vagy... Nem kell teljesíteni, az is egy pont, ugyanúgy egy pont, mint a másik. Összességében kell elérni az 51 pontot. Az összes ponttal, az összessel. Ha valaki nem tudta az EH-kkal, akkor a többibe kell belerősítenie. Jó? Én a magam részéről, bár tudom, hogy iskolában vagyunk, és ez egy fontos tényező az életnek, én nem a számon kérésre helyezem a hangsúlyt. Ugyanakkor tudom, hogy ez nagyon fontos. Ez a dolog, meg fog menni ez a verti, megírták az EH-t, beadták az eszét, értékelem a prezentációt, és összejön egy pont. Én inkább azt szeretném, hogy amit itt csinálnak, azt élveznék és tanulnának belőle, ez sokszor a szenvedés ész, hogy akkor pont összejöjjön. De tudom, hogy hozzátartozik az élethez. Na hát ennyit erről az előzetes történetről, és van néhány dolog, amit szeretnék itt az elején elmondani. Az egyik ilyen, hogy miért érdemes ezzel az egésszel foglalkozni. Hát az egyik első fontos dolog az, hogy megmutassam az alapelveket. Nagyon sok belefér ebbe a 10 órába, nagyon sok érdekesség. Különösen szeretném az összefüggéseket megmutatni, tehát nem csak az, hogy mi hogyan működik önmagában, hogy mitől függ, miért számított az a világba.
amikor én múzeumon gondolkozom, vagy tárgyakon gondolkozom, akkor egy dolog az, hogy mi ez. De engem is sokszor az mutat, hogy miért érdemes ezt megnézni. Mi ennek az üzenet ennek a tárgynak? Mi az, ami hozzám köti? Mert az egy régi tárgy, ha nem tudom meg, te mi köti hozzám, akkor semmi közöm hozzá. De ha megtudom, akkor nagyon is van hozzá közöm. Tehát én ezeket a közöket, hogy mi közünk nekünk ehhez, azt szeretném majd megmutatni. Azt szeretném majd megmutatni, hogy mindig azt szokták mondani, hogy a nagy ötletek határozzák meg a világot. Itt meg rengeteg kis ötletet megmutatok, majd rengeteg apró kis lépést. Ezek egymás hátán álltak. Van a világban egy ilyen mondás, hogy a winner takes all, hogy a győztes visz mindent. Ez a tudományban nagyon domináson érvényesül. Ki találta föl a számítógépet például, ki találta föl a internetet, ilyeneket szoktak mondani. Hát ez egy laikus hozzáállás, mert rengeteg ember játszott benne szerepet, ezeket a szerepeket, ha az ember érdeklődik, akkor meg tudja érteni. És hát, ha felismerjük azt, hogy ezek a felfedezések, ezek hogyan befolyásolták a kultúrát, akkor ez egy fontos dolog. Ez amit, hogy miért fontos ez nekünk. Az fontos tényező itt, hogy a lépések ismerete segítheti az átvételét a gyakorlatba. Én azzal láthatom maga, az remélem nem alaptalanul, hogy ha egy csomó mindent megértenek, akkor ha máshol van egy hasonló helyzet, akkor azt mondja, világos, hát azt úgy csinálták, most is így kéne csinálni. Van egy mondás, hogy nincs új a nap alatt, ami nagyon sok esetben igaz. Mert mindig új köntösben más dolgokat kell alkalmazni, de a mechanizmusok, a modellek nagyon sokszor közösek. Ilyen modelleket tudunk itt megismerni egy csomót. Nem kell föltenni a meleg vizet, mivel a régi bölcsesség minket figyelmeztet, ez a nincs új a nap alatt. Ezért sok-sok minden régi dolgot megismerünk. A tárgy céljait itt összefoglalnám rövidesen. A fejlődés folyamatának jobb megértése az elsődleges célunk. És utána pedig, hogy a kiemelkedő fontosságú találmányokat és azoknak a kultúrtörténetét megismerjük. Rengeteg tárgynak a történetét. Itt vannak a főbb témák, először a számolás kezdetei, aztán az információtárlás technológiái, aztán az elektronika aktív elemei, áramkör technológiák, információ megjelenítés technológiái, távközlés és kapcsolás technika fejlődése, korai számológépek, számítógépek, személyi számítógépek, és végül a mobil technológia és azoknak a vonzatai. Ennyi fér bele ebbe a fél évbe. Mindegyik tárgycsoportba idehozok egy több tucatnyit, rengeteget. Ha valaki úgy gondolja, hogy pont az nincs, amit ő szeretne, akkor kérdezze meg, hát ha megvan nekem, és akkor külön följön és megnézi. Vagy a szekrénybe, vagy a szobámba valahol. Lényeg az, hogy a kis lépéseket nyomon lehet majd követni, mi hogyan fejlődött. A fejlődésre azt lehet mondani, hogy hogyha az adatokat nézegetjük, akkor nem ilyen lineáris a fejlődés, hanem ilyen fölfelé futó. Mert tanultuk a Moore törvényt, mert tanultuk az összes többi törvényt, ami évente, két évente duplázza a jellemzőket. Ugye az első fél év során tanultunk ilyen törvényeket. Ennek rendkívül sok vonzata van. Az egyik ilyen vonzat, amit úgy neveznek, hogy szingularitás. Ki emlékszik erre a gondolatra, hogy szingularitás? Akkor hadd mondja meg, igen, ön emlékszik rá. Emlékszik mi az? Nem. Na, akkor elmond, ő nem emlékszik. Mennyi az előbb-utóbb, mit gondol? Mit gondol, mennyi az előbb-utóbb? Mennyi az az év? Keveset is hallottam erről, tehát akár az életünkben bekövetkeztem. Na most képzeljék el, mutatok egy megdöbbentő dolgot. Pár nappal ezelőtt került a figyelmem középpontjába, és azóta azt mondom, hogy hát nagyon érdekes a világ. Na nézzünk fel ide egy kicsikét. Mi megyünk ide, ott vannak ilyen listám, hogy videók, és ebben van egy ilyen, hogy Future of Education. Ebbe kukkantsunk bele egy picikét, ebbe a Future of Education-be, ide. Rögtön az első ábránál meg fogok állni. Remélem sokan tudnak olvasni, már ezt tudják angolul olvasni, és kellően provokatív, ugye, amit itt kivetitek. Mert azt mondja, hogy 2020-ban az egyetemeknek annyi. Nem a miénknek, hanem a Stanfordnak, meg az MIT-nak, amit példaként említenek a magyarázatban. És hogy miért ezt hosszú példák sorával kifejtik. Ennek a videónak az URL-jét szintén át fogom másolni arra a helyre, amit az URL-jét mutattam. Javaslom, nézzék meg az egész videót. Nagyon tanulságos.
két dolgot emelek ki ezzel kapcsolatban. Biztos hallották többen azt a fogalmat, hogy Khan Academy. Ki hallotta? Miért segítsenek? Mi ez a Khan Academy? Ő is foglalkozik azzal, igen. Ez egy friss dolog, egy nagyon friss dolog, néhány éves. 100 000 oktató videó van fönt a webben, amit persze csak az angolul tudók tudnak élvezni, magyarul ez nem élvezhető annyira, mert nincsen még hozzá felirat. Meg ha felirat van, akkor gyötrelmes az egész. De van 100 000 oktatási videó, és egész iskola rendszerek átállnak arra, hogy fordított tanítást alkalmaznak. Ami azt jelenti, hogy a gyerek otthon tanul, az iskolában meg írja a leckét. Ellentétben azzal a klasszikus régi módszerrel, hogy az iskolában próbál tanulni, amennyire bírja. Ugye órai erre megy a tanítás, mert becsöngetnek, meg kicsöngetnek. És utána mindenki amennyire fölkészült, meg amennyire fáradt, meg amennyire oda tud figyelni, vagy odafigyel, vagy nem. És amikor véget ért az óra, akkor annyi. Nincs idő visszatekerni, visszakérdezni. Ezzel szemben, hogyha megfordul az egész, és fönt van minden a webben, akkor mindenki a saját lépése szerint, a saját esze szerint úgy olyan gyorsan halad, ahogy akar. És ha meghallgatta a szép előadásokat, gyönyörűen kidolgozott előadásoknak az ezrei vannak fönt, ő kiválasztja magának az, ami kell, akkor majd abból úgy halad, ahogy az esze bírja. Olyan gyorsan halad. Szeretnék majd megmutatni egy URL-t, amiben az Isaac Asimov, vagy Isaac Asimov inkább, az a híres sci-fi író fejti ki 20 évvel ezelőtt az elképzelését, hogy hogyan lesz az oktatás 20 év múlva, most. Megdöbbentő, úgy, mint ahogy van. Mint ahogy most alakul a történet, hogy a Khan Akadémiát egy hete megvette a Google. És azért vette meg a Khan Akadémiát, mert be akar lépni erre a piacra. És nem csak a Khan Akadémiát vette meg, hanem megvette a Udacity nevű másik helyet. Nem tudom, erről hallottak-e. Mi ez a Udacity? Segítsen? Oktató videók. Van itt olyan, aki járt erre a kurzusra 2 évvel ezelőtt? Hadd kérdezném meg. Ön járt rá? Erre a Udacity mesterséges intelligencia kurzusra járt, ugye? Ugye kiváltotta a tárgyát, nem kellett vizsgázni, egy az egybe beszámítottam. Ugye volt rá egy algoritmus, hogy mi hány pontnak felel meg. Ez ezentúl így lesz. Remélem így lesz mindig. És egyre inkább így lesz, és azt mondja, hogy 2020-ban ez lesz a domináns. A Google azt mondja, hogy ez úgy lesz, hogy a állásadók, akik keresnek embereket munkára, nem csak azt nézik, vagy valószínűleg nem azt nézik, hogy van-e adott egyetemről diplomája, hanem hogy van-e jártasság az adott témákban, azt meg hogy lehet lemérni, hogy ilyen globalizált kurzusokat elvégzette valaki. Ki lesz jelve, hogy milyen kurzusokat kell megnézni. Ez a kurzus egy nagyon részletes elemzési, vizsgáztatási rendszert alkalmaz, aminek az eredmény ott lesz fönt a webben, sorba rendezve. Ezt a kurzust, amit ön is elvégzett, 23 000-en elvégezték. 23 000 ember sorba van rendezve a pontértéke alapján. Itt az egyetem is volt olyan, aki az első 10% volt, 23 000-ből a 10%-ban volt. Most ha van egy ember, aki egy munkáltató, aki keres egy adott szakmára embert, és mondjuk kíváncsi arra, hogy valaki ismerje mondjuk a hálózatokat, akkor nyilván meg fogja nézni, hogy a Cisco Akadémiát elvégezte az illető, mert hogyha igen, akkor nem kell kérdezgetni, hogy mit tud, mert az majd tudta, hogy kell mérni. Ugyanígy, ha elvégezte a Stanfordon, MIT-n, és a szerencsénk az Óbuda Egyetemen az adott kurzust, akkor nem kell kérdezgetni, hogy tudja az illető ezt az anyagot, mert ott van a vizsgarendszer hozzá, a számonkérési módszer, hogy milyen példákon mentek végig, elképesztő, hogy milyen gyönyörűségű és milyen részletességű ez az anyag. Azt mondja, hogy ez nem az ilyen kapuzó helye lesz a tudásoknak, és hát lehet olvasni a többit. Az, hogy pénzt kelljen érte fizetni, az egy teljesen elevű dolog lesz. Azért most fölmegy ezekre, mutattam az előbb ezt a iTunes University listát. Döntő többség azt mondja, hogy ingyenes. Hogy tud ez ingyen működni? Mit gondolnak, hogy tud ingyen működni? Tessék? Hát lehetne az, de nem ez a szerintem, nem ez a megoldás. Az a megoldás, hogy az extra szolgáltatásért kell fizetni, parancsoljon. A beeltetés? Nem, csak megszokják az emberek, hogy átállnak erre. Lehetséges, ezért lehet pénzt kérni, ugye? Mert a webben lehet pénzt kérni könnyedén. Na de hogyha óriási a kínálat, akkor elég nehéz kartelt kialakítani arra, hogy mindenki kezdjen pénzt kérni. És egy nagy verseny lesz, ugye? Mert mindenki ajánlja, jobb, elképesztő jó kurzusokat ajánlanak. És hogyha itt ingyen volt, meg pénzé van, hát akkor eldöntöm, hogy melyikre megyek.
És hogyha mellesleg a szolgáltatás ugyanolyan jó az egyik helyen, mint a másiknál, mert ugyanolyan anyagokat vesznek, olyan kiváló konzultációt adnak hozzá, meg mindent, hát akkor miért menjek a fizetős helyre? Majd ha laborba kell mennem, ahol ki kell próbálni az eszközöket, meg személyes konzultációt szeretnék, mint itt is van ilyen lehetőség, azért majd fizetek. Ezért azt mondják, hogy irreleváns lesz a diploma, ezzel nem szeretném önöket elkeseríteni. Itt Magyarországon még sokáig érdekes lesz, hogy valaki szokta egyetemen végzett, vagy nem. Hogy mennyire sok, az kérdés. 5 évig, 10 évig, 20 évig, nem tudom, de nem a távlati világban valamikor. Hát erről szól ez a videó. Érdemes majd megnézni egy picikét. Úgyhogy gyorsul a világunk, és amikor arról beszélünk, hogy szingularitás, az a pont, ami nem látunk túl. Ki látja, hogy mi lesz itt 2030, vagy ha 2020-ra ilyeneket mondanak? Itt egy Dudics Ádám nevű kiváló ember, aki az SAP-nak az egyik vezetője, meghívta az egyetem 2 évvel ezelőtti diplomaosztóra. És azt mondta, kiváló előadást tartott, érdemes fölmenni a honlapra és megnézni, ott van fönt az előadása, vagy meghallgatni, vagy elolvasni. Ő azt fejtette ki, és teljesen meggyőző, hogy amikor jött idefelé, vagy előző este ezen gondolkozott, akkor arra gondolt, hogy ezek a fiatal, akik itt megkapják a diplomát, ezek még 40 évig a szakmába fognak dolgozni. Mi 10 évre se látunk előre. 20-ra végképp nem látunk előre. 40-re meg aztán végképp nem látunk előre. Hogy akkor mi lesz? Őrület, hogy mi lesz. Remélem, hogy szenzációs dolgok lesznek. Remélem, olyan jó dolgok lesznek, amit most el sem tudunk képzelni. És ebben önöknek nagy szerepe lesz, hogy ezt végrehajtsák. És ahhoz, hogy ezt végre lehessen hajtani, nem állt, hogyha az embernek van háttere, valahova hátra kell tudni lépni. Például, amiket itt majd beszélgetünk, ez egy ilyen lesz, ahol hátra tudunk lépni, mert megértjük a dolgokat. Én megyek ebből, és visszapróbálok eviszkélni valahogy az előadáshoz. Igen. Tehát gyorsul a világunk, és egy ponton nem látunk túl, ez a pont, ez néhány év távlatában van sajnos. Kivéve, hogyha logaritmikusan nézzük az egészet. Szerencsére van egy jó hírem. A biológiában az érzékelésünk logaritmikus. A hallásunk is, meg a fényérzék, meg a nyomásérzékelésünk is. Ez az alapja annak, hogy óriási dinamikákat át tudunk hidalni. Lehet, hogy a világ változat is így logaritmikusan kell nézni. Nem így pontról pontra, hanem úgy, mint hogy a fényt meg a hangot érzékelek, akkor meg lineárisnak tűnik. Ezerszeres változások 3-szor akkora. Hát nem érdekes. Megszoktam, hogy most 1 terás vinyót hordok magammal. Hát, hogyha 100 terás lesz, akkor mi van? Ugyanakkor lesz az egész. Kicsit több minden fél rá, tiség? Ugyanúgy tele lesz. Ugyanúgy tele lesz, és kész. Ugyan, nem kell hanyat esni tőle, akkor kicsit nagyobb lesz, az kész. A hipotézis, amit itt próbáltam mondani, hogy nem a nagy találmányok alakítják csak a fejlődést, hanem a rengeteg kis ötlet, amiket majd itt sokat megismerünk ezek közül. Ez az egyik szegmens a gyűjteményemnek, az adattárolók. Nem könnyű semmibe teljességre törekedni, ebben amennyire erőm enged, igyekszem. Rengeteg adattárolót összegyűjtöttem, a kuriózumokat is. Látták itt ezt a vitrint kint a bejáratnál. Most éppen a ferittárak vannak kint, érdemes megnézni, aki még eddig nem ismert meg a ferittárakat, mert legalább 3-4 évtizedig ez volt, 3-4 évtizedig ez volt a domináns tártípus a számítógépekben. És 2 hét múlva pedig a legkülönlegesebbeket hozom ide, a késletető művonal, asszociatív tár, félvezet, mindenféle érdekességet. Úgyhogy azokat, ha tehetik, majd érdemes lesz megnézni. Hát ezekből csemegézgetünk, meg ezekből csemegézgetünk. Következő, amit szeretnék megmutatni, hogy mitől alakul így ez a gyorsuló fejlődés, hogy mitől ilyen exponenciális. Ezt szeretném megmutatni, mint tendenciát. Hát ugye azt mondják a hozzáértők, hogy van minden technológiai eszköznek egy 3 fázisú életciklusa. Van egy ilyen lassú szakasz, amikor még küzdenek vele, aztán amikor elindult és berázódott, akkor gyorsan berázódik az egész, és utána van egy ilyen kifáradási szakasz itt a tetején, amikor lelassul az egész. Na most, hogyha minden technológiára ez jellemző, ezeket összefűzögetjük, ebből kialakul ez a fölfelé futó jellegzetesség. És ezt tapasztaljuk állandóan, hogy egy-egy technológiának az életciklus egyre rövidebbé válik, 1-2 év. Amikor pont ebbe a terembe, ezelőtt 2 éve bejöttem, azt hittem, hogy megőrülök a gyönyörűségtől. Az történt, hogy kaptam egy levelet a fiataloktól, hogy szeretnének Androidot programozni, de hát az egyetem nem kínál ilyen szolgáltatást, úgyhogy ők ezt megszerveznék maguk. Mondom, hurrá, ha lesz egy önképzőkör itt az aulába, akkor le fogok jönni, és megnézem, hogy mi ez. Nem tudom, hallották ezt a történetet már. Akkor hadd mondjam, mert itt történt, itt ebbe a terembe, pont ebbe a terembe. Hát
mivel meg volt hirdetve, hogy eljött délután, mit tudom, péntek délután van ez a szakkör, Android fejlesztő szakkör, hát gondoltam, oda megyek már, és megnézem, hogy mi az. Nem csak úgy, mint egy laikus, hanem először azért megnéztem a teremfelelősnél, hogy szabad ez a terem, meg azért fölhívtam azt a kollégát, aki Androidbe csinálta a szakdolgozatát, én voltam a konzulense, hogy Janikám, itt fejlődik egy ilyen dolog, szeretném, ha neked ebben részed lenne, úgyhogy légy szíves, gondolkozz ezen, hogyha itt komolyá válik a helyzet, akkor tudja benne segíteni, én nem tudok Androidba programozni, te meg tudsz. Jani azt mondta, ó, persze, gondolkozik ezen. Lementem az aulába, ott állt vagy 25 ember nagyjából. És mondom, gyerekek, hogy gondolták? Hát azt mondja, úgy gondolták, hogy hát akkor leülnek, és majd megbeszélik, hogy mit kéne csinálni. És mondom, itt? Hát azt mondja, nem tudják, hogy hát mondom, jöjjenek, van itt egy terem. Úgyhogy bejöttünk itt ebbe a terembe, itt leültek, itt a két első sort végülték nagyjából. És mondom, és hogy gondolták? Hát azt mondja, hát úgy, hogy majd akkor valaki felvet egy problémát, és akkor megpróbáljuk majd ilyen közös bölcsességgel kitalálni. Mondom, hát ennek lehet, hogy van egy hatékonyabb módja, ha valaki tudja, hogy merre kéne haladni. Hát azt mondja, hogy közöttük nincs. Hát mondom, akkor próbálunk valamit. Fogom a telefont, fölhívom, hogy Janikám, lejönnél egy kicsikét, mert itt van egy csomó fickó, itt Androidot akar tanulni. Lejönni? Azt mondja, lejött. Lejött ide, azt mondja, hú, ennyien vagytok? Na hát mi legyen? Hát azt mondja, hogy szeretnének Androidot programozni. És hát van valami hozzá? Hát azt mondja, laptopjaik vannak, mindenkinek van itt laptopja. Hát azt mondja, nem hozta. Azt mondja, hogy egyik, majd ő ad egyet. Azt mondja, hogy ő kölcsön adja. Hát kihoztuk ide a laptopot. Hát azt mondja, hát ettől még nem vagyunk nagyon beljebb, kéne hozzá valami hálózati kábel. Hát akkor ezt adok egy hálózati kábel, ezt ide bedugjuk, és akkor azt mondja, Jani, hát akkor jó, most már a hálózaton van, meg laptopon van, hát akkor most föl kéne telepíteni a fejlesztő környezetet a gépeitekre, na de hát ebben a teremben egy darab ilyen ethernet kábel van, a wifi meg gyenge hozzá. Azt mondja, az ebbi is nem baj, ő megosztja a mobilját, ő csinál abban egy mobilból egy routert, ő azon keresztül majd a többieknek tud kiadni internetet, úgyhogy ez lezajlott valami 3 perc alatt körülbelül, és a következő 5 percben ott tartottak, hogy telepítették a fejlesztő környezetet. És az óra végén ott fejeződött be aznap az első óra már, hogy alkalmazást írtak, kis pici programoskákat írtak, úgyhogy a Jani mutatta, mert ő fölkészült belőle korábban, és ez erre egy példa volt számomra, hogy ilyen gyorsuló a világ, ezt így kell most is csinálni. Úgyhogy ha valami halad, akkor sokszor a fiatalok által tud haladni. Ugyanez fog menni most a iOS programozási terén. Mi sajnos nem győzzük a haladás tempóját, mert épp elég el vagyunk kötve, de van fiatalember, aki majd jön hétfőnként, jön és tanítja az iOS-t. Beszereztük hozzá a gépeket, és ez fog menni. Tehát a fejlődés az ilyen gyorsuló, és egyes eszközöknek az életciklusa is rövidebb. És amikor kezdtem mondani, kiállt a Jani, és azt mondta, hát kedves kollégák, most meg nem tudom mondani, hogy pontosan melyik, de az Androidnak a 2011 vagy 12 harmadik negyedévi statisztikája azt mutatta, hogy az ilyen verzióval érdemes foglalkozni. Az olyannal meg nem. Az olyan verzió, az negyedével előtte verzió volt. Azzal a negyedével előtti verzióval nem szabad foglalkozni, az újjal igen. Úgyhogy most az új verziót töltsük föl, és ez nagyjából úgy negyed évente változik. Ha van itt önök között ilyen mobil programozó, akkor tudja, hogy egy ilyen környezet, vagy valami, nem tudom hány pont hányos, az nagyjából negyed évente változik. Ilyen ciklus szerint. Itt vannak ezek a felezési és duplázódási idők. Ezeket az első órán is annak idején, amikor a informatika alapjairól beszéltem, ezekből részeket vetítettem, mindenesetre érdemes megnézni, hogy hát néhány év mindegyik. Ez azt jelenti, hogy 10 év múlva elképesztő változásokat látunk, tehát ez a szingularitási jelenség, ez itt van. Azt írja a könyv, hogy szingularitás közel van. Itt az órunkon van ez a szingularitás. Nézzünk bele egy kicsit ennek a videójába, egy picikét, egy hangyányit. Majd az URL-eket fel fogom tenni a webre, de egy picikét azért belenézhetünk egy másodpercbe. Itt van a szingularitásnak ez az URL-je. Azt mondja, hogy papi, jövünk ide. Biztos lehet ezt ügyesebben is csinálni, nem tudom ügyesebben csinálni, csak így. Future as an explosion of new knowledge.
explosion of things like music and art and science and engineering. The law of accelerated return says that information technology grows exponentially. The singularity is the point where our technology and ourselves are no longer fields of things. Everything, communications, technology, energy, and the transform itself. The change is not a constant. It's actually getting faster and faster. I'm going to look real one day. Oh, you're looking better and better. This artificial intelligence is not coming from Mars to invade us. We are the human machine civilization. It is really part of who we are. Tell me good thought, Gordon. Wow, Gordon, I'm very close. Well, in this situation, you need to shut down. Listen, I am a conscious machine. Terminating me would be murder. Clearly, she's just a machine. Your Honor, this is fleshism, pure and simple. Human beings have a spirit. They can develop a conscience. When you respire silent and artificial red blood cell, you would probably be able to breathe without breathing for about 4 hours. The ability to reprogram the information processes underlying biology will enable us within 10 or 15 years to overcome cancer, heart disease, stop and reverse aging. Nanobots can be used to record all the traffic to get a complete picture of the state of your brain. That would be back up our brain. In principle, that's possible, yes. And that could also provide virtual reality for the visual nervous system. Places that don't exist in physical space, but that people can inhabit and meet and do things that humans do. The wonderful thing is, the reality's just gotten a lot bigger. The concept of one mind, one body will be obsolete in less than 50 years. You can actually change your body to go with a particular environment. It would really feel like we're in that environment. I can't believe it. Correlated nanobotifications all over the place in perfect space. A large number of nanobots replicate themselves, and when there's nothing coming, they suddenly turn to attack. Ez úgy tűnik, hogy science fiction, teljesen olyan is a filmnek a megszerkesztése. Ugyanakkor, mint érdekesség, hadd említsem meg, hogy most az ősszel rendezték ennek a konferenciát itt Budapesten. Ez a kis cetli, mit gondolnak, mennyit ért akkor? Ez a belépő kártya. A konferencia, egy kétnapos konferencia volt, $2,700 volt a belépő erre a konferenciára. Nem fizettem érte annyit, hanem megszerveztem nagy nehezen, hogy bejussak. Ugyanakkor, amikor végültem a kétnapos konferenciát, a végén az volt a benyomásom, hogy annyit érte a konferencia, mint amit kértek érte. Őrület, hogy mit szolgáltattak. Elképesztő, hogy milyen hihetetlenségeket mutattak meg az embernek, olyan, ami realitás. Nem ilyen science fiction, nem valódi. Például 3D-vel nyomtatott külső csontváz, amivel sétáltak a színpadon. Olyan kar, amit kézzel így mozgatott az illető, és közben le lehetett venni a kart, és utána visszatett, és megint így mozgatta. És az egész kart úgy nyomtatták 3D-s nyomtatásra. És lehetne sorolni elképesztő minden olyan, ami a technológiához tartozik, ami itt van egész közel hozzánk. Lehet innen indulni az iPad-től, csak akkor nem tudom, hogy mi megy benne. Úgyhogy ezért visszalépünk egy picikét a régi dolgokhoz, és abból próbálunk valamit megérteni, hogy újabb ötleteket szülhessünk vele. Visszamegyünk ide az ITK-hoz, és itt tartottunk. Tehát a fejlődés az ilyen fölfelé futó, és azt mondja a Kurzweil, mint ennek az egyik témának a nagy mestere, hogy 7 fázisa van ennek az egésznek, a fejlődésnek, és hát most itt a közepe táján tartunk. Kezdjük megismerni a neurális mintázatokat. A mesterséges intelligencia kutatója, nagymesterek, például Marvin Minsky azt mondja, hogy rossz felé indultunk el 30 éve. Rossz irányba indult a kutatás. Most próbálják korrigálni, most próbálják megismerni, hogy a biológia mit csinál. Amit felfedeztek és kidolgoztak, rendkívül hatékonyá tette az információ továbbért és feldolgozást. De egy csomó minden nem tett hatékonyá, például a tanulást. Nem véletlenül a nagy cégek, ilyen mint a Google, olyan céget vásárol most, aki a tanulásba jó. Közelmúltban vásároltak egy horribilis összegen egy angol céget, aki pont a gépi tanulásba mester. Azért, mert szeretnék, hogyha az eszközék tanulni is tudnának. Szintén néhány hetes hír, hogy megvették $3,5 milliárd dollárért azt a termosztát céget, ami
internet alapú termosztát, és mellesleg tele van szenzorok, amivel érzik a lakosoknak, a lakásban élő embereknek a mozgását valahogy. Hogy hogyan, ezt nem tudom. De lényeg az, hogy ez egy szenzoros termosztát, és ez alapján a Google-nek tapasztalata lesz arról, hogy hogy élnek az emberek a lakásban, hogyan mozognak, mit csinálnak. És valószínűleg megéri neki ezt a dolgot ennyi pénzért investálni, hogy ilyen rengeteg pénzt fizessenek érte. És hát egyszer majd azt mondja, hogy kifelé megyünk a világból. Én nekem úgy hozta a jó sorsom, hogy 90 és 93 között Amerikában dolgoztam, és ott egyszer hallgattam egy videót, egy rádiót. És akkor azt mondta, hogy az a technológia, amit most csinálunk, az egy átmeneti időszak. Ugyanis az, hogy aminósabb alapon, biológiai alapon működnek a dolgaink, az nagyon jó az élet, a hagyományos földi élet szempontjából, csak nagyon nagy baj, rendkívül sérülékeny. Mert nagyon szűk hőmérséklet körülmények között tud működni, meg egy csomó mindent nagyon nem visel el, sugárzást és egyebeket, és azt mondja, hogy azzal, hogy megértjük a biológia működését, és például a genetikus működéseket át tudjuk tenni gépi alapra, innentől megszabadulunk a földi béklyóktól. Mert más platforma lesz áthelyezve az az élet, amit eddig a biológia DNS alapon tudott működtetni. Hogy ez mennyire science fiction vagy nem, az kérdés, de ezt az ábrát látva, hogy így megyünk fölfelé és egyre nagyobb horizonton gondolkozunk, ez azt mutatja, hogy talán jól gondolták akkor is ezt az emberek. Az evolúció az közvetetten működik, mindig a lehetőséget hozza létre, és megteremti az alapját a következő állapotnak. Csak ez az állapotváltás egyre gyorsabban változik. Igen. Igen. De arra jutottak, hogy ez azért van, mert sokkal több információ van a fejükben, és sokkal tovább tart mind abból kiszűrni ugyanazt az adatot, ami... Ezt nagyon örülök, hogy ezt mondja. Hol hallott ezt? Mert ez egy egészen friss információ. A Science-ben jelent meg néhány nappal erről egy cikk. Az NPR nemzeti, az Amerikai Nemzeti Rádió erről beszélgetett néhány nappal ezelőtt pontosan. Ugye erre csináltak számítógépes modellt is, hogy ahogy nő az információ mennyiség az emberek fejébe, ebből adódóan a feldolgozási idő is egyre növekszik vele, és ennek számítógépes modelljét találták ki. Köszönöm, hogy hozzászólt. Én azt gondolom, egy nagyon fontos dolog az, hogy a biológia a Földön rövid életciklusokhoz van kötve. Mert ez az alapja az alkalmazkodásnak. Amit felvetett, egy nagyon fontos probléma, egy nagyon fontos gondolat, hogy egy lény, legyen az bármiféle lény, nagyon-nagyon hosszú ideig él, akkor megakadályozza az alkalmazkodást. Mert megvan az a eszköztár, amivel ő dolgozni tud, és attól nem nagyon tud elrugaszkodni. És amikor jön egy új lény, az lehet, hogy egészen másként csinál mindent, de követi a világot. Azzal, hogy a világ gyorsulóan fejlődik, ehhez kellenek az új lények, az újak, akik más módszert alkalmaznak. Ezt ebben a szimulatás konferenciában hosszú órákon keresztül magyarázták, hogy a nagy cégeknek annyi, a nagy mamut cégeknek, mert nem tudnak alkalmazkodni. Azok tudnak alkalmazkodni, amelyek elosztott vezetési stratégiát terveznek, ugyanis, hogy a nagy cégek azért hozták létre az ő hierarchikus struktúrájukat, hogy egy lineáris predikcióval tudják követni a világot. Csak a világ meg nem lineárisan megy. Tehát innentől kezdve, hogyha van egy hierarchikus szervezet, akkor az nem tudja követni a változást. Csak az, amelyik elosztottan működik, és erre egy csomó példát hoztak fel, hogy melyikek azok a célkapk, ezt próbálták megvalósítani. Így néznek ki a főbb életciklus lépések. Először is van egy megelőző állapot, amikor a technológia feltételei adottak, és a kivételes álmodók már felismerik a lehetőséget, de csak a kivételes álmodók. Ezek után jön a feltalálás, egy nagyon rövid szakasz, olyan, mint a születés, rendkívül ünnepelt, földobják az illetőt, hogy hát ő föltalálta valamit. Ennek fontos adottságai vannak egy ilyen föltalálásnak, kíváncsiság, tudományos készségek, eltökéltség, és nagyon sokszor egy showmanség. Aki nem tudta jól eladni az ötletét, az ötlet az sokszor úgy maradt. Legmarkásabb példaként az Edison szokták fölhozni, mert ő egy nagyon jó showman is volt, tehát nagyon jól tudta a dolgait felvezetni. Ellentétben azzal a kiváló szerb kutatóval, aki pedig nem nagyon ki volt, ezt ki tudja. Tessék?
A Tesla bizony, a Tesla. Horvát volt, nem? Szerb? Igen. Köszönöm szépen, hogy pontosított. Én most azért voltam elbizonyítatva, mert Belgrádban járva elmentem a Tesla múzeumba, és nagyon büszkék rá, hogy ő ott született és ott élt. Úgyhogy azt most horvát vagy szerbök biztos jobban tudják, de Szerbiában van az óriási múzeum a Teslának, és de biztos igaza van önnek, köszönöm szépen. A harmadik, a fejlesztés szakasza, amikor igazából az innováció jön, erre szeretném fölé, aki nem tudta volna, szeretném elmondani, hogy én is azt a véleményt osztom, hogy az ötlet, a találmány és az innováció között egy nagy lépés van. Ugyanis van egy jó ötlet, de az meg is kell azt csinálni. És a megcsinálás az innováció. Amikor hozzáteszik azt a rengeteg sok-sok mindent, az Edison azt mondta, hogy 1% ötlet, 99% is izzadás. Tehát ahhoz, hogy abból valami kész működő dolog legyen, ahhoz rengeteget kell csinálni, mert sokszor az ötlet még nem kidolgozott, még millió hiba van benne. Ahhoz, hogy abban egy működő kütyű legyen, rengeteg alkotómunkát hozzá kell tenni, és amikor már működő kütyű lesz belőle, az az innováció. Azok a tárgyak, ami ott nálam a falon vannak, azok innovációk. Azok nem csak ötletek, hanem tesztelt működő eszközök, amiket valaki végigvitt, megcsinálta. Világos? És utána jön a negyedik szakasz, az élet alkalmazások időszaka, mert a technológia folyamatosan fejlődik, ez az alkalmazás még egy jó ideig fönnmarad, mert bevált, tök jó. Ilyen volt például a CRT, a katolcsugárcső. Egy jó darabig úgy volt, azt gondolták sokan, hogy ez úgy is marad örökre. Manapság meg csak muzeálisan lehet ilyet találni, mert azt a borzasztó vastag üveget, meg a nagy súlyt kell fenne cipelni. Amikor ezzel a lapos technológiával, az ilyen LCD és mindenféle egyéb ügyességekkel sokkal jobb hatást lehet elérni, mert most meg is lehet hajlítani, meg mindenféle érdekességet lehet csinálni. Sokszor ilyenkor azt gondolják, az ember, hogy az örökké fog tartani, hát semmi nem tart örökké, semmelyik szakasz. És utána jönnek a hamis kihívók, amikor mindenki azt mondja, hogy hó, hát ez egy halott dolog, most már sokkal jobb lesz. Azért hamis, mert azok a technológiák meg a fölfutó szakaszában vannak. Millió hibával, igaz, hogy van innováció már, de mi nincsen berázódva az egész, mi nem rendesen működik. És akkor végül az utolsó szakasz, ez a lehanyatlás szakasza, amikor az új technológiák beérnek, és a régiek meg kipusztultak, és jönnek a múzeumba, a gyűjteménybe. Minden technológia, ezek a lépések igazak. Amikor utána be kell a múzeumba az egész a végén, ez az életciklusnak az utolsó néhány százaléka. Lehetne mondani, hogy ettől nem lehet elszakadni, de, vagy hogy el lehet szakadni, de nem lehet elszakadni. A technikai eszközökre ez igaz. Most nagyjából nem sokára az óra végére jutunk. Segítsenek, legyenek szívesek, hogy mikor kell szünetet tartanunk? Öt perc. Jó. Jó, akkor ezt betartom a szünetet, ugye bár közten néztünk egy pár ilyen átvezető videót, nem fáradtak ki annyira, de akkor 5 perc múlva tartunk egy kis szünetet, ez a szünet, ez 10 perc lesz, és akkor ha még megtették, legyen szélesek, jönnek vissza, egy pár dolgot még megmutatok, és leazok egy csomó tárgyat. És azokat a tárgyakat szeretném, hogyha itt helyben kipróbálnak. Amit még szeretnék itt elmondani, hogy a világon dominánsan, legalábbis az emberi környezetben domináns a 10-es számrendszer. Talán tudják, hogy miért. Mert 10 ujjunk van. Ilyen egyszerű. Ha 12 lenne, akkor minden bizonnyal a duodecimális, a 12-es számrendszer lenne a domináns, ugyanis sokkal praktikusabb lenne. Kérdezhetnénk, hogy miért? Azért, mert a számokat először a kereskedelemben használták, és a kereskedelemben a 12-es számrendszer sokkal jobban lehet felezni, negyedelni, harmadolni, mint a 10-es számrendszert. Mert azt lehet felezni, de negyedelni már nem lehet, mert csak töltrészt kapunk a negyedénél. Harmadolnál már megint. Tehát amikor kereskedelemben használnak valamit, akkor állítólag sokkal jobban lehet a 12-es számrendszert használni. Részben az oka annak, hogy vannak helyek, ahol az maradt fönn, például az angol száz országokban. Tehát alapvetően a 10-es számrendszer dúlik mindenütt, és ezért, mert 10 ujjunk volt. Kivétel volt néhány helyen 20 ujjat. Olyan helyen, ahol a lábukat is használtak, még volt 20-as számrendszer is. És hát voltak ilyen különlegesek, hogy 60-as, lásd, eltart mostanig, ugye egészen mostanig az órát nem lehet áttenni percet százas rendszerbe. Érdekességképpen elmondanám, hogy a francia forradalom idejében, ahol mindent megváltoztattak, azt gondolták, hogy az órát is meg kell változtatni. Tehát olyan órát kell csinálni, ami százas osztású a számlapja. Tizedenként van benne a vizé, és akkor egy órát föl lehet osztani századra. Ez azért volt fontos, mert akkor vezették be a méterrendszert, meg akkor vezették be a kilórendszert. Pallós joggal szó szerint. Szóval aki nem tartotta be, annak annyi volt, mert jött a pallós, aztán a fejét levágták. Aztán később, meg azoknak vágták le a fejét, akinek 10-es számlap órája volt,
ugyanis az egy jele volt annak, hogy hova tartozik valaki. Úgyhogy érdekes módon 10-es számlapó órát szinte nem lehet találni. Mert azok annyira eltűntek, igaz, hogy csak Franciaországban kezdték gyártani, de annyira eltűntek, hogy alig lehet egy-egy találni. Még egyszer volt a történelemben ilyen, hogy átálljanak a 6-os, 60-asról, vagy a 12-10-ről felosztásosról a 10-esre, az a Swatch nevű nagy svájci cég volt, aki azt mondta, hogy átáll, belebukott. És az emberi hagyományok dominánsak. Az ember megszokta azt, hogy az órát az 60 másodpercbe, meg 60 percbe méri, meg 12 órából áll egy ilyen fél nap, és ezt így szoktuk meg. Azért, mert ősidők óta valaki ezt így találta ki. A számolásnál ezt láttuk, ezt az ábrát annak idején az első tárgyban. Azt szeretném vele mutatni, hogy ahány nép annyi féleképpen számolt. Az ujján mindegyik. Valahogy az ujján cipelték ezeket a dolgokat, ugye nem volt számoló eszköz, hanem az ujjakat mutogatták. Mellesleg a digitális innen ered, mert ez a digit, ez a digit. Ugye? Egy új az a digit, és a digitális a számolásuk, mert ujjakon számoltak. Mindig is digitális volt a számolás. Kivéve azt a kis szakaszt, amikor analóg hosszúságokat vettek alapul a számolásnál. Ez egy kicsi időszak volt. Na most jönnének ezek a dolgok, amiket akkor most a szünet után folytatunk. Itt ezzel kapcsolatban szeretném azt az érdekességet elmondani, hogy a számolásnak sokszor kellett, hogy valamilyen hordozója legyen, tehát valami, ami őrizte az eredményét, ugyanis az embernek a feje nem jó a számoknak a fenntartására. Mert ha hiszik, ha nem, vagy ha belegondoltak, ha nem, amikor az embernek egy számra emlékezni kell, az nem olyan, mint a számítógépes memória, hogy beteszem egy rekeszbe, és onnan kiveszem. Hanem a szám nagyságokat mindig rekonstruálni kell, mindig újra kell generálni. Tehát például, amikor azt csinálták példaként, hogy kellett szorozgatni mondjuk 6x8, és akkor az jött ki válaszként, hogy 47, vagy 6x8 az 12. És ezt a két választ kellett eldönteni, hogy melyik a helyes. Ha ez egy számítógépes elv lett volna, akkor mind a kettőnek a rosszaságát egyforma idővel tudtuk megmondani. Ellenben, hogyha ezt egy pszichológiai vizsgálatban hosszasan tesztelték, akkor kiderült, hogy ami kicsit közel tart hozzának, tovább tart a megmondása, hogy az rossz. És azon lamentálni kell. Az majdnem jó. Ami teljesen rossz, 6x8-12, azt apásul dönt, hogy tök tiszta hülyeség. Mert azt tudom, hogy ez teljesen rossz. De 6x8-47, az már majdnem 48. Tehát azon kicsit tovább tart, és ezt statisztikusan ki lehetett mutatni. Tehát a számoknak a megőrzése, a nyilvántartása, az technikai eszközökkel lettek. És ezt szeretném most óra szünet előtt elmondani. Attól függően, hogy milyen volt a kultúra, más-más eszközön használták ezt. Képzeljék azokban az országokban, ahol viszonylag stabilan ott éltek az emberek, ott ezt belevésték a kőbe, fába, mindenbe. Mert ott maradtak. De azokban a kultúrákban jött az árvíz, meg menekülni kellett, ott nem volt jó, mert nehéz volt cipelni a követ. Ezért minden ilyen tengeri országokban, beleértve Japánt is, az információt madzagokra kötötték fel, madzagot meg fölkötötték a derekukra. Tehát az inkák is, akik egész végig ott tengerparton laktak egy hosszú országba, azért, hogy az információt meg tudják őrizni, mert fejben nem tudták megőrizni, papír nem volt, követ nehéz volt cipelni, a botot nagyon sok el lehetett veszíteni, meg az is nehéz volt a cipelése, ezért madzagra kötözgették ezeket a dolgokat, és az a kipunak nevezett információhordozó, ami alapvetően sokszor az inkákhoz kötött, de azt lehet mondani, minden tengeri nép, vagy nagyon sok tengeri nép ezt a módszert használta, az ezért volt, mert fölkötötték a derekukra, meg a karjukra, meg a lábukra a madzagot, és ezzel szaladtak. És amikor kellett, akkor levették onnét, és el lehetett olvasni. Sajnos nagyon kevés maradt bennük belőlük fönt, mert amikor volt az Amerika dicső meghódítása, akkor is tudták a hódítók, hogy az egyik legveszélyesebb dolog az emlékezet. Hogyha megmaradnak az adatok, az nagy baj. Ezért kimondottan hajtóvadászatot hirdettek a kipuk ellen, úgyhogy összes kiput összegyűjtötték és elégették. Úgyhogy az, ami őrizte addig a történelmet, meg az írást, madzagokra kötözgetve, és aki tudta olvasni, az tudta, hogy mi volt ott, azok elvesztek. Úgyhogy a nagy múzeumokban egy-egyet lehet találni összesen valahol. Úgyhogy most az lenne, tartunk 10 perc szünetet, és hogyha megtehetik, akkor jöjjenek vissza, én lehozok néhány tárgyat, és ezeket meg szeretném itt mutatni önökkel. Ezeket majd, ha gondolják, meg lehet közelebbről is ismerni. Most éppen ott tartunk, hogy a csomózásos technikát alkalmazták hosszú ideig a tengeri népek. Ehhez hoztam be itt egy gyakorlásra szánt kupacot valahol, mindjárt megtalálom.
Kupacot itt kiadok, és kérem, úgy adják tovább, hogy mindenki egyet vegyen le belőle. Jó? Egyet adjanak nekem, és egy maradjon nekem. Jó, ezt lehet párhuzamosan feldolgozni, ez az, nagyon jó. Adjunk egy nagyobb kupacot, és akkor följebb adom a felsőbb embereknek. Ez nem cipőfűző, éppen az is lehetne, hanem ez egy ejtőernyő zsinór, ami erre a célra használható. Hát, ez kevés lett, majd akkor valahonnan hátulról ide terjed. Szóval az, amit egy ilyen gyerekkorunkban játékként szoktunk, hogy kötünk egy csomót a zsebkendőre, az ugye ennek a legprimitívebb válfaja ennek a csomózásos kötésnek, mert egészen kifejlett technológiája volt a csomózós országban, hogy hogy kell ezt csinálni. Minden esetre, hogyha talán a következő ábrán jobban tudom mutatni, ha közelet nézzük, akkor ez is 10-es számrendszerben működött, úgyhogy itt voltak az egyesek, tízesek, százasok így a tetején. Tehát egy madzagra föl lehetett kötni egy hosszú számot. És attól függően, hogy hova kötöttem, jelentette az egyeseket, tízeseket, százasokat vagy ezreseket. Nyilván volt egy megállapodás, hogy hol vannak az egyesek, ott a legalján, és akkor ehhez képest, ahol szünet volt, az volt a nulla. Tehát ha nem volt rá kötve, akkor az volt a nulla valahogy. És ez volt tulajdonképpen olyan, mint az adószedőknél a történelem, mert hogyha az volt, hogy mondtam én, havonta kell egy ilyen madzagot készíteni az adott helynek a beszedéséről, ez az egyik hónapnak a madzagja, ez a másik hónapnak a madzagja, és egy madzagra föl lehetett írni a teljes a részt. Hogy lehet ezt csinálni, biztos sok módja van, de az egyik módja az, hogy az ember a tenyerén tekeri így, és utána, amikor megvan, akkor így elkezd így a tenyerén így befelé így pödörgetni így ezeket a így. És amikor ez így megvan, így háromszor áttekertem rajta, akkor nagyon ügyesen megfogva ezt a madzagot így fölhúzom, így, és itt lehet látni, hogy hány csomó van. Még egyszer megmutatom, érdemes kipróbálni egyszer. Tehát így az ember a tenyerére tekeri ezt a madzagot, mondjuk megfogom így a tenyeremre, tekerem így megfogom így, és utána így tekergetem rá a madzagot, így. Egymás mellé. Biztos van sok technikája, de ez az egyik egyszerű formája, így. És ahányszor áthúzom a madzagot a tenyerem alatt, vagy a tenyerem és a madzag között, annyi csomó keletkezett rajta. Utána ezt finoman megfogom és összehúzom, úgyhogy ebből egy ilyen egymás mellett lévő kupac legyen ezekből a madzagokból. Kis ügyesség kell hozzá, hogy ezek egymás mellé feküdjenek ki ezek a madzagok. És hogyha az ember ezt ügyesen visszahúzza, akkor itt egymás mellett lehet látni azt a mondjuk négyszer tekertem át a kezemen. Ha hátrafordítom, ott lehet látni egy ilyen hosszú madzagot, ami átfut a tetejéről az aljára, de nem azt nézem, hanem azt az egymás mellett lévő négy csomót. Jutott mindenkinek, kollégák? Jó. Mint ezen a jobb oldali ábrán lehet látni, lehetett ezen spórolni is, hogy bizonyos számokat megosztottak. Lehet, hogy azért, mert közös gyökerük volt, és abból ágaztak két külön szám részé. De a helyi értékek attól még mindig megmaradtak benne, hogy itt az alján voltak az egyesek, ott a tetején a tízesek, tetején meg a százasok. Vagy ha még hosszabbat akartak, akkor ezresek. Lényeg az, hogy 10-es számrendszert alkalmaztak, csak a madzag őrizte ezt az egészet. És hát ezt vagy a derekukra, vagy így átvetve a vállukra, vagy a karjukra, vagy a térdükre kötve vitték ezt a kiput,
És világos, hogy amikor úszni kellett, vagy szaladni kellett, és jött az árvíz, vagy az ellenség, akkor meg tudott maradni az emlékezet. Más táblát, meg egyebet el lehetett volna veszíteni. Így meg a madzag megmaradt. Úgyhogy valami így megy. Még egyszer megmutatom, harmadsz utoljára talán. Tehát így a tenyeremre, így átveszem a tenyeremre ezt az egészet, így, itt kezdem a hüvelykujjammal, így megtekerem, így, amikor itt áll így a kezembe, akkor így elkezdem egy alatta így bújtatgatni. Egyszer, kétszer, háromszor, mondjuk négyszer, így négyszer. És amikor áttekertem, kiveszem belőle a kezemet, ezt a csomókupacot így megfogom egymás mellett, hogy ne bozoljanak össze, és utána a madzagot, ami hosszú madzagot, ezt így visszahúzom benne, és akkor itt egymás mellett lehet látni a négy kötést. Egy, kettő, három, négy csomó. Ja. Hát ezzel mondjuk egy telefonszámot fölírni egyre nehezebb ügyem, mert elég sok csomót kéne fölírni. De ha nagyon fontos lenne, hogy megmaradjanak, az ember egy madzagra fölírni, és akkor biztos, hogy megmaradna a telefonszám, különben meg az embernek szellemerőfeszítés tartozik hozzá, hogy ezt meg tudja őrizni. Hova tettem a távirányítót? Itt van. A következő, amit szeretnék megmutatni önöknek, az az abakusz. Részben ezeket az ábrákat is vetettem az elsősöknek szóló tájban. Itt az az érdekesség, amit szeretnék elmondani, hogy a neve a porból származik. Tehát mert eredetileg a porba csinálták. És a másik érdekesség, hogy mivel utána mészkőből készültek ezek a golyócskák, innen jön a kalkulus szavunk. Tehát az, hogy calculus, az ebből a calculiből származik, ebből a mészkő golyócskából. Ami nyilván egy rövid ideig tudott megmaradni, mert ezt el lehetett veszíteni. Ezért hamar rájöttek el, hogy ezt így szegesként föl kell tenni egy ilyen valamire, amiből nem hullik ki a golyó könnyedén. És akkor már ki kell találni, hogyha hova tolják, akkor mikor jelent valamit. Mert mindig ott volt a golyó, csak a jelentését kellett elhatározni, hogyha föltolják, akkor ér valamit, ha lehúzzák, akkor nem ér valamit. Ezt a középső részt szokták a számoló rudnak, vagy számoló lécnek kinevezni. Ha hozzá volt húzva, akkor ért a golyó valamit, ha elhúzták tőle, akkor nem. Rögtön megnézzük. Itt vannak a különböző válfaja ezeknek az abakuszoknak. Ebből behoztam egy 30-40 félét. Ezekből itt kiosztok mindenkinek egyet, vagy hát sokaknak kiosztok egyet. Tessék parancsolni. Ezek a kínai fajta abakuszok, úgy hívják, hogy szuanpan. Ez az orosz fajta, ezt úgy hívják, hogy csoti. Ez az orosz fajta abakusz. Még a mai napig használják, érthető okokból, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Ez az európai abakusz, amit az iskolákban nagyon sokáig használtak. Ezekből is tessék parancsolni egy európai abakuszt. Arra tovább lehet adni valahova. Ez egy kisméretű csoti, meg egy másik kisméretű csoti. Ezt is tovább lehet adni. Ezek milyen egészen régi országok. Majd még egy másik. Azt szeretném ezekkel kapcsolatban elmondani, miért érdekesség, hogy itt sokszor ezer évekről beszélünk. Tehát az első ilyen számoló eszközt 1000 évekkel ezelőtt kezdték használni, ezeket meg az elmúlt néhány száz évben. Azt írják, hogy mennyire igaz, ezt nem tudom, de azért talán igaz lehet, hogy a kialakulásokban, amit a kezembe tartok, ezek a japán abakuszok, úgy hívják őket, hogy szorobán. Ha igaz ez a szorobán, Kínán keresztül Korea közvetítése jutott át Japánba, és ez kevesebb, mint 100 éves. Tehát nem ezek az eszközök, hanem maga ez a fajta számolási forma. Korábban másként csinálták. Érdekes megnézni ezt, hogy a kínai fajta megoldásnál, most már nem maradt itt, eszem nekem ilyen kínai abakuszom, az, amit ott hadd kérjek egy picit, ezt hadd kérjek, vagy itt megmutatom itt. Ide átlépegetünk. Ez az európai fajta. Teljesen logikus, mert ezek az egyesek, tízesek, százasok, ezesek és így tovább. Hogy melyik oldalra húzom, megállapodás kérdése,
Itt az ilyen fajtán balról jobbra húztuk a golyókat általában. Lehetett volna fordítva is. Ha balra volt húzva, az volt a reset. Ha jobbra áthúztuk, az volt a golyó beállítása. És amennyire át volt húzva benne, a csotinál fordítva volt. A csotinál jobbra húzták balra. Ez a csoti. Ez az orosz fajta. Vagy az orosz nyelvű országokban, fágországokban használták. Én néhány évvel ezelőtt voltam Ukrajnában, nem Ukrajnában, hanem Moldovában. Meglepő volt, hogy a menzán így számolták, hogy mennyit fizetek a kajáért. Mert a hölgy úgy szokta meg, hogy ezen pillámgyorsan ki tudta hozni a golyókat. Ugye látható, jobbról balra húzza a golyót. És miután beütötte a golyókat ide, be kell ütni ide, mert számladási kötelezettsége volt. Tehát a csoti nem tudott nyomtatni. Ez meg tudott nyomtatni. Úgyhogy gyorsan áthúzta az eredményt. Na szicsa, azt lehet látni, hogy mennyi. Na, meg kellett nézni, és akkor megnézte az ember, akkor utána beütötte és odaadta az ember kezébe a cetlit. Ez a következő, ez a úgynevezett szuanpan, vagy a kínai fajta számoló. Ennek az volt az alapelve, hogy ez a számoló rud, amit a közepén van. Ez jelentette azt, hogy most ér a golyó, vagy nem ér semmit. Ha így le volt húzva, mint itt, meg föl, ez volt a nulla. Nulla, 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 nulla. A felső golyók ötöt értek, az alsók meg egyet. Tehát ez mondjuk kettő, ez meg öt. És hogyha ezek a helyi értékek, egyesek, tízesek, százasok, ezresek, tízezer, százezer, egymillió, akkor egymillió, 245 000, 200 és kész, ennyi. Tessék? 5 millió, 5 millió, 247 000, 7 000, 200, ez a vége, ugye? Hogy hova teszem a tizedes pontot, azon lehetett alkudozni. Egy nagyon kis apró érdekesség, nekünk informatikusoknak mazsola, mivel a felső golyók ötöt értek, az alsók meg egyet. Ezért ha az összes golyót fölhúztam, meg lehúztam, akkor az összesen 15-öt ért. Ezekkel hexába lehet számolni könnyedén. Ez egy hexa számológép. Mert minden helyi érték hexadecimális egyet tud kiadni. Állítólag a kínaiak nem azért használták, mert hexa, hanem valami részeredményt tudtak valahogy kódolni ezzel a plusz golyóval. De ha a tényt nézzük, ezekkel lehet hexába számolni. Itt mutatok egy különleges, érdekes kis számológépet, egy ugyanilyet. Ezzel pedig binárisan lehet számolni, ez egy bináris abakusz. Ezt pár évvel ezelőtt azért csináltam, mert egy elszánt fiú elhatározta, hogy Cisco vizsgát fog tenni, az az adottság, hogy semmit nem lát, tiszta vak. Na most, hogyha vak, akkor az ilyen maszkokat, meg kódokat, milyen izékat elég nehéz fejbe tartani. Nem gyakorolt elég, hogy fejbe el tudja, hogy hol vannak a golyók, de ezt odaadtam neki, akkor ezzel oktális, tehát egy bájton a maszkot meg tudta csinálni. Behúzta így, akkor tudta, hogy ez maszkolja azt. Tehát ezzel a bináris számolást el tudta végezni, mert tudta a 8 bitenként az egész. Úgyhogy ez volt az ő kis kézi eszköz, amikor kellett egyet a Cisco vizsgál meg, csak előhúzta, szabad volt neki, és a kezemben, igen, tudom, akkor ez ennyi. Világos, ugye? Különben ezeket, ez ebből származott a vakodába, vakodának nevezik a vakoknak az ilyen segédeszköz helyét. Ott ilyet árultak. Ennek az a tulajdonság, hogy egy ilyen filc nyomja a golyókat, hogy nem tud összerázódni. Ugyanakkor, hogyha vakon kell számolni, lehet, hogy hatékonyan lehet számológéppel, vagy ilyen számítógéppel megizéva, de ebben meg nem kell villany, nem megy bele a vírus, meg semmi probléma, nem megy le az elem benne, ezzel vidáman lehet számolni. Egy vak gyereket meg kell tanítani számolni, akkor valószínűleg ilyenen kell megtanítani. Ha látó gyereket kell megtanítani számolni, akkor meg valószínű, ezen a japán verziójú úgynevezett szorobánon kell megtanítani, mert a szorobánnak az a tulajdonsága, hogy direktbe tízes számrendszerű. Megint van az elválasztó rúd, a fölötte levők ötöt érnek, az alsók meg egyet. Tehát, hogy ezt elkezdő összeszámolni, mondjuk innentől számolom, akkor az azt jelenti, hogy ezek az 1, 10, 100, 1000, 10.000, ez 32.400, ez amit itt látok. Ugye? Hogy mekkora egy ilyen szorobán, az attól függ, hogy milyen pontosan akartak számolni. Ugye, mert ezen ki lehetett jelölni a tizedes pontot bárhol, és innentől kezdve megvolt, hogy mennyi az egész rész, meg mennyi a tört rész. Rendkívül használatos dolog volt, azzal a megdöbbentő kiegészítéssel, hogy képzeljék ezt manapság fejbe csinálják. Úgy hívják, hogy Flash Anzan, az a neve ennek a játéknak, ez egy japán nemzeti sport. Ugyanis ha valaki kellően gyakorolja, el tudja fejében képzelni ezt a szorobánt, és állítólag sok teszt igazolja, fejbe gyorsabban lehet ezt számolni, mint hogy kézzel az ujját meg tudná mozdítani. Tehát, hogyha mondják a számokat egymás után nagy számokat, akkor csak tologatja fejbe a golyókat.
utána megmondja az eredményt. Tehát nem kell a fejéből, a vezélő parancsal, a kezével, az ujjával nyozgatni a golyókat, meghallja a fülével, a fejében meg áttolja a golyót. Megdöbbentő, ugye? Ha rágépelnek arra Google-ba, hogy Anzán, Flash Anzán, akkor rengeteg érdekességet lehet róla olvasni. Azt is elmondanám ismétlést, lehet, hogy hallották már máshonnan, hogy egyik érdekes bizonyíték arra, hogy az agy az nem egy univerzális számoló berendezés, hanem nagyon specializált és területi megoszlásokban számol. Az egyik kislány, aki ennek a nemzeti bajnoka volt, ennek a Flash Anzánnak, mellette arra is képes volt, hogy mellette ilyen szókitalálós játékot is mesterszinten tudott csinálni. Tehát egyik oldalról adta össze számogolyókat, ezt a látókéreg végzi ezeknek a működését, de a szókitalálót meg itt az oldalsó kéreg, ez végzi. Tehát miközben dologatta a golyókat, sokkal gyorsabban, mint más kalkulátorra meg tudta csinálni, bármiből pötyögtette be. Érthető, mert az, hogy kalkulátorra beüssük, az a mozgásparancnak végig kell menni a kezemen. Meg kell nyomni a gombot. Az hosszú ideig tart, mert ilyen hosszan le kell menni a jelzésnek. Míg a fülembe bejön az információ, putyát is toltam az eredményt. Már csak annyi kell, hogy a számmal kimondja. És az által gyorsabb volt, mint hogyha kézzel átoltam. És miközben ezt játszotta, közben egy másik játékban is mesteri szinten tudott, úgyhogy mondta azt, hogy alma, következő szó az volt, hogy mit tudom én, hogy alom, következő szó az volt, hogy mókus, következő szó az volt, hogy sükér, vagy nem tudom micsoda. És akkor így, tehát ismerj ezt a játékot, így folytatni kell. És miközben dolgatta a Flash Anzánt, közte ilyen játékot is tudott játszani. Ez az érdekesség. Na ez a különös érdekesség, amit szeretnék megmutatni. Ezt lehet, hogy órán is mutattam annak, de nem tudom, emlékeznek-e rá, ki tudja, hogy ez mi a csoda. Ez egy teljesen bináris, tehát abszolút kétértékkel jól működő tízes abakusz. Mert innen át lehet tolni a másik felére, és véletlen nem tudja átcsodorni. Ez számít, ami van, ez meg nem számít, mondjuk, ha itt találtam ki. Tehát most letörlöm, áthúzom az egészet, és azt mondja, ezek az egyesek, tízesek, százasok, akik ezt áthúzom, akkor az lesz, hogy 240... 243, ez az eredmény, ugye? És akárhogy rázom, ez nem megy át. A másikat rázogatom, át tud menni. Érdekesség, hogy ez, amit a kezembe tartok, ha igaz, egy bajor kocsmából származik, mert a kocsmában a sörszámoló pincér ezen húzogatta át, melyik asztalán mennyi sört fogyasztottak. Logikusnak tűnik, mert a kocsmában elég nagy zűrzavar tud támadni, hogyha ott verekedés van, és átmennek a golyók innen oda. Itt nem tud átmenni, hogy legfeljebb leesett az egész a földre. A külön érdekessége ennek a tájnak az, hogy egy Gerbert Aurillac nevű illető találta ki 1000 évvel ezelőtt, aki történetesen pápa lett. Ez egy lengyel matematikus volt, nagyon sok minden érdekességet csinált. Érdemes rákeresni a webben erről, hogy Gerbert Aurillac. Rendkívül különleges dolgokat írnak róla, sátánnal szövetkezett, meg minden csuda. Hogy igaz vagy nem a csuda, tudja, de minden esetre mindent mondanak róla. Amikor pápaként meghalt, állítólag meghagyta, hogy apró miszlikekbe össze kell vágni, és szét kell hordani a városban a miszlikeket, hogy a sátán ne találjon rá. És ez igaz vagy nem, ezt nem tudni, de azt lehet tudni, hogy ezt a valamit, ezt ő találta ki, ezt a fajta abakuszt, és azt is lehet tudni, hogy ő adta nekünk a koronát. Tehát ez az Aurillac, aki később a Szilveszter pápa lett, ő küldte az István királynak a koronát. Mellesleg matematikus is volt, de hát ilyen érdekesség. Aztán, amit szeretnék a következőkben megmutatni, szintén nagyon érdekes, teljesen eltűnt az idők homályába, de a nyelv őrzi. Ugyanis a boltban az asztalt úgy hívjuk, hogy angolul, ki tudja, hogy hívjuk a boltot. Boltban az asztalt. What is the name of this? What is this? Table. Table, no. It is not table. Can be, but this is, if I'm in an office, in a store, what is that? Counter. Why? Because I can count on it. This is the counter. I can put it on it like this. És akkor ugyanúgy, mint ott a másiknál, fogok egy ilyen számoló valamit, ha megtalálom, akkor elkezdek vele számolni. Pillanatok alatt, itt van még egy csomó abakusz, ezt még körbe adogatnám, ezt még addig, tessék, parancsoljon, ezt addig hátrafelé el lehet adogatni, visszafelé, mert fölfelé. Aki akar vele tapasztalatot szerezni, kérem adják tovább, és aki akarja, nézze meg. Itt van 3-4 szorobán. Itt vannak szorobánok, aki akarja szorobánokat, nézze meg. Na szóval, az volt itt a csízió.
kijelölték ezen a valamit, hogy ezek az egyesek, tízesek, százasok, ezresek, így tovább, úgy, mint ott. Csak azzal, hogy ez az asztal síkjában van, ennek van egy nagyon nagy előnye, hogy a kettő közé is lehet tenni valamit. Tehették volna így, mint ezt, ilyen ezüstpénzt. Tehát foghattak volna ilyen ezüstpénzeket, és akkor rárakhatták volna mondjuk így, hogy kettő, meg egy, akkor ez lett volna 21. De hogyha ide közé tettem egyet, akkor ez 26 lett, mert ami a vonal között volt, az 5-öt ért. Hogyha ide tettem egyet, akkor azt jelenti, hogy 100, 200, 300. 326, amit te kirakta. És így ment a számolás. Tehát nagyon hosszú ideig a boltokban egész Európa szerte így ment a számolás, mint ez. Érthető, hogy nem ezüstpénzt tettek oda, mert az ezüstpénzt pillanatok alatt be lehetett váltani másra, valamire. Tehát helyette vagy ilyen fakorongokat használtak, mint ez. Ugyanazt a célt ellátta, ugyanígy. De ez meg nem volt olyan cool. Tehát, hogyha ilyen fakorongot etezes, na az dolog, ugye szegény ember fakoronga. Helyette nekiálltak számolópénzt gyártani. Olyan országok, mint például Németország, ennek nagy városai, Nürnberg, ebből éltek, teljes egészében ebből éltek, hogy ilyen számolópénzeket nyomtattak. Itt egy néhányat behoztam ezek közül. Hogyha visszalépünk ezen az ábrán egyet, akkor azt lehet látni, hogy itt vannak például ezek a számolópénzek. Rá van írva a tetejé, hogy Rechnenpfennig, németül Rechnenpfennig. Vagy rá van írva, hogy counter, például angolul valamikre rá van írva, counter. Itt ezek között van egy olyan, hogy counter. Érdekesség, hogy mivel Franciaországban ezt már annyira ügyesen csináltak, így dobták az egészet. Ez a dobni szó francia úgy van, hogy jeton. Innen jött a jeton, hogy ezt a jetont, úgy, a jetont ide rádobták, nem egy ügyetlenül, mint én. Úgyhogy ezek a jetonok, amiből mostan a jeton származott, ez a számolásból eredt, innen a számolásból. Érdekes módon, ezek gyakorlatilag úgy eltűntek nyomtalanul. Hol maradtak? Bent a Rajnába például, ugyanis volt egy nagyon ügyes üzleti fogás. Elterjedt, hogy a évben elkövetett hibáktól meg lehet szabadulni, hogy ezeket a számolópénzeket belehaigálják szilveszterkor a Rajnába. Nyilván januárban újat kellett szerezni. Úgyhogy óriási biznisz volt a gyártóknak, mert minden decemberben elfogyott a számolópénz. Ilyen városok, mint például Frankfurt, hajórakománya küldték Amerikába a számolópénzt. Mert ugye januárban ennek nagy jelentősége volt. Hát ezek mindazok. Különböző országból számoló pénzek. Egyik szebb, mint a másik. Végül, majdnem a végül, azt szeretném mutatni, hogy ott tartunk, hogy a kultúra az onnan indult, hogy körző. Azért onnan indult, mert ilyen, mint Euklidész, meg nagyon sok régi nagy görög, azok be is bizonyították papíron is, tehát le is írták, hogy egy körzővel mindenféle fontos számítást el lehet végezni. Ha lenne időnk, ezt szívesen részletesen kifejteném, most csak annyit tudok mondani, hogy a körzők azok év ezredeken keresztül szinte semmit nem változtak. Ezek a körzők ugyanolyanok maradtak, leszámítva az utolsó 50 évet, amikor mi voltunk gyerekek, vagy önök voltak gyerekek. Mert akkor a kiskolában volt egy ilyen kis korszak ennek, hogy ilyen nagyon gagyi műanyag meg vacak körzőket csináltak. De előtte a körző nem a gyereknek volt a játékszere, hanem a kutatóknak, tudósoknak, csillagászoknak. Ilyen körzőkkel csinálták az egészet. Mit csinált a körzővel? Hát például a csillagórákat. Olyan csillagórákat, amely meg lehetett mondani azt, hogy mikor lesz napfogyatkozás, mert mikor megy különböző csillag, mikor hova megy. Most az egyik legfrissebb beszerzés, amit gondoltam, örömmel megmutatok itt önöknek, ez egy ilyen csillagóra. Afganisztánból származik, nem eredeti, hanem másolat, mert ilyet eredetit nem lehetne szerezni, mert azért nagyon sok nem maradt fönt, különösen amiatt, hogy ezer évek óta használják ezt a szerkezetet. Ez úgy működik, hogy ezzel be kellett így nézni, be van egy ilyen, be kellett nézni egy bizonyos csillagot így egy bizonyos irányba, és így beállították, akkor itt ezek a kis körmök 19 akkor jól ismert égitestnek mutatták a pozícióit. És hogy mind mutatták? Voltak benne ilyen betétek. Ezt így kiveszem belőle. Akkor van benne 5 darab ilyen betét, amely különböző dolgnak a számítására adott lehetőséget. Ezeket a valamiket ezer éveken keresztül használták. Amikor Európában volt a sötét középkor, az arab országban akkor volt a fénykor.
Tehát az akkori csillagászok ennek voltak a nagymesterei, és ilyen gyönyörűséges valamiket csináltak, amivel meg lehetett mondani például, hogy merre van Mekka. Ez azért fontos, mert arra kell imádkozni, meg arra kell temetkezni. Meg lehetett mondani, hogy mikor kell imádkozni. Akkor is, hogyha sötét volt, vagy nem tudom micsoda, ezzel meg lehetett mondani az, hogy mikor van az az idő, amikor meg kell tenni a hajnali imát. Tehát ilyen eszközöket tettek bele, ezeket természetesen körzővel lehetett megcsinálni. Ha semmi más nem volt, csak egy körző, meg egy valamilyen fajta reszelő, akkor azzal az eszközzel egy ilyet meg lehetett csinálni. És nyilván ez valakinek a féltett kincse volt, mert gondolják meg, aki tudta, hogy mikor lesz nagy napfogyatkozás, mert mikor fog ez az avasz változni az égen, aminek következményei voltak ugye a Földön, áradás és egyebek. Tehát ez micsoda hatalom volt. Hát ezt nyilván nem adták oda akárkinek, hanem ezt őrizték nagy titokba a rejtett helyeken. Hasonlóképpen nagyon őrizték a körzőket is, azokat a gyönyörű körzőket, amik egészen elképesztő minőséget tudtak elérni. Egész a mai napig gyártanak kivételes körzőket, nem a gagyi iskolaiakat, hanem ilyen gyönyörűeket, amivel mindenféle fontos technikai szerkesztést meg lehet csinálni. Én arra gondoltam, hogy majd most az óra végén belenézünk, otthon meg befejezik néhány olyan filmet, ami teljességgel megdöbbentő. 100%-ig megdöbbentő, legalábbis engem nagyon megdöbbentett. Ugyanis, hogyha most itt a körzőknek a végére jutunk, akkor azt szeretném megmutatni, hogy az egyik legdominánsabb fajta ilyen számolóeszköz sokáig az úgynevezett osztókörző volt. Amivel képzeljük, úgy lehetett csinálni, hogy ezt a középső pontját lehetett mozgatni valahova, és attól függ, hogy hova mozgattam, az arányokat változtatta a végén. Tehát hardware-be lehetett szorozni. Tehát valamit kellett kicsinyíteni, nagyítani, ezzel a körzővel kapásból meg lehetett csinálni. Tehát mindenféle rajzon, tervrajzon, térképen ezzel az aránykörzővel dolgoztak egész a római kor óta. Itt az Aquincum Múzeumban őriznek ilyen aránykörzőt. A régi nagyoknak mindnek volt ilyen aránykörzője, amiből sok fönn is maradt. Tehát egészen különlegeseket. És akkor most befejezésű ennek a résznek a végeként, aztán majd utána akarnak idejönnek és megnézik ezeket a szép tárgyakat. Azt szeretném elmondani, hogy volt egy nagyon fontos korszak, ami 1500-es évektől indult. Ez a svájci Bürgi volt az egyik, egy órásmester. Ez az elég rossz kinézésű öreg bácsinak tűnik. Nagyon okos ember lehetett. Ő azt találta ki, hogy órákat szerkesztett, és az órákhoz kellett neki valami jó számoló berendezés. És rájött arra, hogy ha számokat átalakítja egy másik formára, most már tudjuk úgynevezett logaritmusra, akkor a szózást összeadásra lehet visszavezetni. Mellette ez a Napier nevű angol is rájött ugyanerre. Az ő neve miatt maradt fönn a logaritmus, mert ő írt erről nagyon érdekes cikkeket. A jó öreg Bürgi meghasználta, mert megcsinálta az órákat azzal, de nem nagyon publikálta. Na hát megvolt az ötlet, hogy át kell alakítani a egyenest, a számegyenest, hogy nem lineáris skála legyen rajta, hanem egy átalakított skála, amit úgynevezett logaritmus skála, ami nem más, mint a kitevőket kellett oda fölírni arra a skálára. Tudjuk a logaritmus, hogy hogy működik. Ezért, hogyha logaritmussal dolgozunk, akkor a szózást összeadásra vezetjük vissza. Ehhez jött az a nagy gondolat, ez az Edmund Gunther nevű matematikustól, utána meg a többiek, még akiket ott vetitek, ezek mind hozzáadták a saját kis tevékenységüket, hogy ezt a skálát föl kell tenni egy lécre, egy olyan lécre, amin ezek a logaritmus értékek vannak fölvésve. Most megmutatom önöknek a valaha készített legfejlettebb logarlécet, az ez. Ha jól emlékszem, közel 50 skála van rajta. Minden idők egyik leghatékonyabb számoló berendezése volt. Minden skálával mi speciális dolgot lehetett csinálni. Az, hogy osztani, szorozni, az egy dolog, meg hatványozni, meg mindenféle hatványokat. De mindenféle logaritmus, szögfüggvény, gyökvonást, meg mindent lehetett vagy csinálni, közel 50 féle dolgot. Megjegyzem, ezzel azt mondják, 1000 féle dolgot lehetett. Tehát ezzel a régi nagymesterek 1000 évekkel ezelőtt nagyjából 1000 féle számítást tudtak megmondani, hogy mikor megy, melyik csillag, hova és mi minden történik. Ezzel a mérnökök legalább 50 évig folyamatosan dolgoztak, és a legfőbb szimbóluma volt a mérnökségnek a közelmúltig. Mert akinek nem volt jó logarlécet, azt lefigymálták a többiek. Sajnos itt Magyarországon nem volt könnyű jó logarlécet szerezni, ilyet kizárt dolog, hogy ilyet tudott volna valaki szerezni, mert ez olyan pénzbe került, meg olyan gyönyörűséges volt, hogy nem lehetett hozzájutni. A sok szerényhez hozzá lehetett, itt nagyon sokat behoztam. Egyet, ezt külön is megmutatok önöknek, ezt közben nem adom, de azért ha az asztalnál akarja, valaki megnézi.
Azt gondolom, talán az egyik legöregebb a világon, Logar Létsz. Nem volt még lehetőségem ezt pontosan ellenőrizni, de eddig még sehol nem találtam régebbit. Ez egy fából készült olyan logarléc, amin összesen egy skála van. A szózás hozta egy skála és egy darab négyzet skála tetején. Semmi más. Ennyi összesen. Ez ennek a nagyon híres cégnek, a Faber cégnek még a Castell megszületés előtt készült. Ez az első egyik első léce. Hát ennek aztán rendkívül sok leszármazottja lett, és azt nagy sikerre használták évtizedeken keresztül a szakmában, mert a Faber-Castell lécek voltak a legsikeresebbek, például ez is az, ez a gyönyörűséges. Aztán sajnos, vagy nem sajnos, az elektronika kiszorította ezt az egészet. Most az, amit szerettem volna ma önökkel itt közösen kipróbálni, ha tehetik és akarják, hogy hoztam annyi logálécet, ahányan itt vannak, úgyhogy mindenkinek adnék ide kölcsön egy logarlécet, és megmutatnám, hogy legalább az alapvető dolgot hogy lehet vele csinálni. Jó? Ez lenne most a feladat. Úgyhogy akkor ülve maradnak, én kiosztok ilyen léceket szépen sorba. A végén szeretném visszakérni őket. Amilyen a vak szerencse, majd azon múlik, hogy kinek jó léce lesz, vagy nem lesz jó léce. Mert tessék parancsolni. Különben majd érdemes megnézni ezeket a gyönyörűséges osztókörzőket. Amikor a fizikus kolléganőm, a Sebestyén Dóra talán ismerik itt az egyetemen, amikor egyszer lelkesen meséltem neki, hogy ezek a körzők mennyire gyönyörűek, és milyen kiváló dolgokat lehet velük csinálni. Például azt lehet velük csinálni, hogyha van egy kör, és a körnek így az átfogóját megnézem ezzel a valamivel, attól függően, milyen arányt állítottam be, ezzel a körnek a kerületét annyi részre föl lehet osztani. Tehát föl lehet osztani 7, 8, 9, 10 akárhány része, amiért ki lehet szerkeszteni egy gyönyörű ilyen kör alakzatot. Ezt másként csinálni rendkívül nehéz lenne. Ha nincsen eszközünk és papíron kérne, megizzadnánk egy számítógéppel is, hogy ezt megcsináljuk jó. Ezzel pedig beállítottuk az arányt és kész. Akkor azt mondja nekem a Dóra, hogy te biztos lehet ezzel aránymetszést csinálni. Mert az aránymetszés egy fix orzószám. Ugye sokszor a technikában, meg a tudományban az arány fontos volt. Hát mondom, ezt lehet, nem tudom. Hazamegyek, megnézem, na hát mi van rájöv, az van rájöv, hogy GS. A GS már nem más, mint a golden slicing angolul. Tehát itt a GS pont, ez az aranymetszés. Oda beállítom, akkor 1,66-os az arány. Innentől kezdve ezzel bármit kicsinyítek, nagyítok az aranymetszés szabályai szerint. Egy ábrát föl kell nagyítani, kicsinyíteni, ezzel simán megoldom. Ilyen egyszerű. Tehát ilyenből behoztam jó néhányat ezekből a gyönyörűséges aránykörzőkből, és akkor folytatom tovább a logarléceknek a kiosztását. Ez a nagy lécen mutatom. Van a csúszka, ez a középső csúszka. A csúszkának itt az alján ez az a két skála legtöbbször, azt gondolom talán az összes léce, amit kiosztottam, mind ilyen. Ez a legfontosabb skálája a logarlécnek olyan értelemben, hogy ezzel lehet szorozni és osztani. Legyenek szívesek, tanulmányozzák ezt a skálát. Sokszor az van ráírva, hogy D meg C. Ez a Mannheim nevű húriember, egy német katona volt, ő javasolt ezeket a betűnevezéseket, hogy hogy kell nevezni a skálákat, és akkor nagyjából úgy maradtak. Megvan? D és C az a skála. Tehát így húzogatom így a közepét ennek a szénak, akkor itt ez a kettő. Tehát a csúszkának az alsó fele és az álló résznek meg az alsó fele. Megvan. Na most. Az egy nagyon fontos tulajdonsága volt a logarlécnek, hogy amiben legfontosabb volt, hogy az ember otthon legyen, hogy a nagyságrendek hogy vannak. Tehát mondjuk vegyünk egy számot, amit most random módon fölírok ide a táblára. Ide. ...327 × 4210. Ezt kell elvégeznünk. Na most mielőtt nekilátnánk a feladatnak, érdemes egy kicsit gondolkozni rajta, hogyha nem lenne ilyen eszközünk, és nagyságrendben kéne gyorsan fejbe kiszámolni ezt a számot, akkor mondhatnánk azt, hogy feladjuk az egészet, de azért lehetne egy jó ötletünk, hogy mégis mit csináljunk. Ha nem vagyunk fejszámolók, akkor is. Mit tudnánk csinálni?
ha nagyságrendben legalább jó eredményt szeretnénk. A pontosság nem számít, de nagyságrend az jó legyen. Lehet. Először inkább azt mondanám, hogy az volt a gondolat, és mindig ez volt itt a gondolat, normalizált számmá alakját kellett alakítani a számot. Ez azt jelenti, hogy 1 és 10 közé első számokat kellett létrehozni minden számból, mert azt lehetett ezen leolvasni. Tehát azt kellett csinálni, hogy 3,27 szorozva 10 a másodikonnal, ugye? És szorozva az egész, 4,21 szorozva 10 a harmadikonnal, ugye? Ha ezt így átírjuk, akkor rögtön látjuk, hogy 10000-es lesz a nagyságrend, ugye? Mert ezt a 2-t ezzel a 3-mal összeadjuk a 15-en, az azt jelenti, hogy 10000. Tehát a nagyságrend az 10000. Nagyjából, ha nincsen túlcsorgás a szorzásnál. És a szorzás pedig úgy végezzük el, hogy 3×4, ugye? Az 12, az azt jelenti, hogy az már 100000-es nagyságrend lesz. Tehát az, amit biztosan mondhatunk, hogy 3×4 az 12, és nagyobb is lesz, mint 12, mert ez is nagyobb, mint 3, meg ez is nagyobb, mint 4. Attól függően, hogy mennyire van ehhez érzékünk, meg gyakorlatunk, meg tudjuk hasonlítani, hogy a 3,27×4,21 az mennyivel lesz nagyobb, mint 12. De azt mondhatjuk, hogy 12-nél nagyobb, és talán 13-nál, 14-nél meg kisebb. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy nagy bizonyossággal, az azt jelenti, hogy 1,2×10^6-on, az az eredmény. Tehát 1,2 millió nagyjából az eredmény. Ugye? Nem tudom, érthető ez, gyerekek? Ebben voltak nagymesterek az elődeink, hogy kapásból a nagyságrendet helyre tudták tenni. Aztán, hogy a szám mennyire lett pontos, most jön be a számológép, most jön be a logarléc. Ugyanis, hogyha azt kell, hogy 3,27, akkor ezen a skálán itt meg kell keresnünk azt, hogy hol van a 3,26. Nem könnyű, hogy az ember nincsen gyakorlata. Meg kell keresni a 3-at, mert meg kell keresni az állóskálán. Az állóskálán megkeressük a 3-at, meg megkeressük a 4-et. Megvan? Az állóskálán a 3 és a 4 között egy kicsit jobbra van a pi. Azt mindig meg szokták jelölni, hogy ott a 3,14. Megvan? Kinek nincs meg, akkor segítenék. Vagy kinek van meg, tegye fel a kezét. Remek, akkor megvan mindenkinek. Tehát itt az alsó skálán, az álló skálán, ezen az alsó skálán megkeresük itt a 3-at, meg a 4-et. Na most a 3,27 kell nekünk, ezért meg kell keresnünk a 3,27-et, amit úgy lehet megtalálni, hogy a tizedek azok kicsit hosszabban vannak jelölve, tehát 3,1, 2, 3 és így tovább. Megvan? És amikor azt keresem, hogy 3,27, akkor megkeresem a 3,2-et, és akkor utána az lenne, hogy 3,25 az a következő rublika, ami be van osztva, és akkor a 3,25-nél egy picikét kell följebb vinni, ugye? Hogyha a 25 és a 3,3 közötti részt meghasalom így középe, akkor be tudom állítani, hogy ki tudom jelölni, hogy hol van a 3,27 ezen a skálán. A pi fölött nagyjából egy osztása, vagy kicsivel följebb, mint a pi. Itt jön be az a faktor, hogy kinek milyen jó volt a logarléce, annyira tudott vele pontosan számolni. Ha ilyen zsebléce volt, ilyen picike, nézzék meg, voltak ilyen mániás emberek, hogy ilyet vittek magukkal állandóan. Ilyet. Mert rátört a számolhatósági mánia valamikor, és akkor, hogy ezt olcsa ezt a mániát, akkor elő kellett húzni a logarlécet. Ilyen hosszút nehéz volt cipelni, mert kilógott a zsebből. De egy ilyen pici az mindig valahol, mindig volt. Úgyhogy ezek ilyen nagyon nagy kincs logarlécek voltak, ezek a picikék. Vagy pedig, hát az oroszoknál nagy divatja volt ennek, hogy kör alakú logarlécet csináltak. Behoztam 3 fajtát is, ilyet nézzék meg. Csináltak ilyet, ami ezt a pályát kör alakra vitte föl. Olyan, mint egy zsebóra. Mint óra számlapi, ugyanaz, csak logarléc volt. Ez egy logarléc. Arra is használták nagyon. És itt van még 2 másik fajta. Tehát ezek mind egy svájci, ez meg egy német fajta ugyanaz. Csak ilyen ekkorák, nézzék meg, ilyen ekkorak is logarlécek, ilyenek. Ilyen kis tündikék. Mert akinek akkora mániás számolhat nekia voltak, ez vitt magával egy ilyet.
És ez akármennyire viccesnek tűnik, az elődeink, a különböző villamos, gépész és egyéb mérnökök, meg nagyon nagy számolhatóságú mániájuk volt. Tehát kellett tudni számolni, mert ez volt a szakmájuknak az alapja. És mivel fejben kevés ember tud számolni, hát kellett magával vinni egy ilyen számolóeszközt, és ez a logarléc volt, ezek a gyönyörűséges logarlécek. A standard méret az ez a méret, amit itt mutatok, ilyen. Az Otto von Braun, meg az összes társai, a nagyok, ezek a nagyon nagyok, akik az Apollo programot tervezték, meg a űrsiklót, azt ilyennel tervezték. Meg az orosz társai is, az a orosz fő tervező, annak is ilyen logaléca volt, semmi más. Ezzel mindent meg tud csinálni, a részleteket majd kimunkálták, ha beosztottak. Vettek egy nagy logalécet, egy bazi hosszút, és akkor azon számoltak, vagy pedig voltak egészen elrugaszkodott gondolatok. Talán behoztam ide egy olyat is, mert amikor már ez a logalész nem tűnt elég pontosnak, akkor jöttek be a képbe ezek a egészen különleges számoló táblázatok, amiből szintén behoztam egy egész bőrönnyit. Nézzék meg, hát ez aztán a fárasztó, és ez aztán a szívás, pestiesen mondva. Ja, ez a szívás, és akkor ezeken a valamikon kellett ezt a hihetetlen hosszú izékon ezeken kiszámolni valamit. Na most mondhatni, hogy hát tiszta őrület, de miért csináltak ezt? Nem volt más. Amikor ki kellett valamit számolni pontosan, akkor ezt aztán mellé kellett tenni, mert nem volt elég a logaléc, hanem ezekkel az érdekes számolótáblákkal számoltak. Na de most visszatérve ide a Schuster a kaptafához. Tehát fogjuk ezt az egészet, és a 3,27-et megtaláltuk. Ez az első lépés. Ha szorozni szeretnénk, akkor oda rá kell húzni, vagy ezt az egyet, vagy a végén a tizet. Attól függően, hogy merre fog esni majd a másik szám. Mivel a négyesnél, hogyha itt most ráhúznánk az egyest ide a 3,27-re, 3,27-re ráhúzom az egyest, akkor a 4,21 már kilóg a skálából. Tehát az nem jó. Ezért most arra a 3,27-re a tízest kell ráhúzni. Ide, 3,27-re ráhúzom a tízest. Tehát a mozgó skálán, ezen a skálán meg kell keresni a tizet, az a legvégén van. És azt rá kell húzni ide a 3,27-re. 3,27-re ráhúzom a tízest. Sikerült? És akkor most meg kell keresnem a mozgóskálán, ezen a mozgóskálán a 4,21-et. Vissza kell keresni, és megkeresni a 4,21-et. És a 4,21-et. Ugyanilyen elven keresem, mint az előbb, hogy megkeresem a 4-et meg az 5-öt, a kettő között egy tízesével van egy ilyen nagyobb rubrika, és 5-ösével meg egy ilyen kisebb. Meg kell keresni a 4-2-1-et, és azt látom eredményképpen, hogy 1-3-1-5. 1-3-1-5 körül, ugye? Tessék? Szemtől, logaléc jóságától, meg a logaléc méretétől függ ennek a pontossága. Azt, hogy azt kapjuk eredményként, hogy 1-3-5 és 1-4 között van, az biztos, ugye? Tehát 1-3-5 és 1-4 között. Tessék, az alatta levő skálán olvasom le, tehát ezen a skálán olvasom le itt alatta. Tehát itt kikeresem a szorzandót, itt leolvasom az eredményt, ezen az álló skálán. Kinek sikerült, tegye fel a kezét, legyenek szívesek. Ó, nagyszerű. Kérem, ne adják föl, ha nem ment, akkor addig passzírozzák, amíg nem sikerült, ha kell, szívesen segítek. Tehát lényeg az, hogy a 3,27-re van ráállítva, 3,27-et az álló skálán keresem ki. Arra ráállítom a mozgó skálánál a tízest. És utána a mozgó skálán vissza megkeresem a mozgó skálán a 4,21-et, és alatt az álló skálán leolvasom.
Most nyilván egy ilyen első lépés rendkívül fáradtságos és gyötrelmes. De annak idején a mérnök palánták, mint önök is, meg én is voltam annak idején, ezt sok-sok órán át gyakoroltuk. Tehát ennek olyan rutinosan kellett menni, hogy pikpak megyünk. Tehát a nagyságrendet kellett helyére tenni, és utána az ember rögtön tudta, hogy hova tolom, jobbra tolom, balra tolom, és ezzel ott volt a szorozás eredménye. Vegyünk egy egyszerűt. 2x3-at, 2x3-at. Ellenőrzésképpen a mostani tudásunknak. Álloskálán megkeressük a kettőt, rátoljuk a kettesre a mozgóskálán az egyest, mozgóskálán megkeressük a hármast, és alatta leolvassuk az eredményét. Ugye? És ez rögtön mutatja azt, hogy miért szeretik a gépészek ezt rendkívül ilyen. Mert például a fogaskerék átételt kellett számítani, akkor azt mondták, nem kettővel szorzom, hanem nem hárommal, hanem kettővel. Akkor leolvastam alatta, hogy 4. 2,5, akkor leolvastam alatta a 2,5-nél, hogy az mennyi. És így tovább. Tehát beállítottam a szorzót az állóskálán, a szorzandót meg változtathattam szabadon, ahogy kellett. Sokszor ez a hajszál segített leolvasni, tehát ez a valami rajta volt. Ez segített, mert rámozdítottam ezt a hajszát, és akkor alatta mutatta, hogy hol tartok. Számoljuk azt, hogy 8x8 mennyi? 8x8. Állóskálán belítjük a 8-at, ráhúzzuk a 10-est a 8-asra. Tehát a mozgóskálának a 10-esét, azt ráhúzzuk a 8-asra. Megvan? Tehát itt az állóskálán a 8-at használom, mint szorzót, ráhúzom a 10-est a 8-asra, és visszafelé a mozgóskálán megkeresem a 8-ast. És az jön ki, hogy 6,4, ugye? Igen ám, csak tudnom kell, ugye a nagyságrend eltérés adódik, mert ugye tudom, hogy ilyenkor nagyságrend, ugye túlcsordulás van. Tehát ez nem 6,4, hanem 64. Tehát fejbe kellett tartanom minden lépésnél a nagyságrendet. Ha azt elrontottam, akkor világos, hogy sokkal fontosabb volt a nagyságrend, mint maga a szám. Mert elrontom a nagyságrendet, akkor csuda megette az egészet. Tehát először minden logarit használó az évtizedekben visszamenőleg arra járatta az agyát először, hogy a nagyságrendet helyre tegye. Azt mondta, 88, igen, az 64, az 10-nél nagyobb lesz, tehát tudom, hogy 10-nél meg kell szóznom, amit kaptam. És akkor megnézem itt az eredményt, az jön ki belőle, hogy 64. Vagy 6,4 pontosabban, de ezt megszózom 10, és akkor az 64. Stimmel? Hogyha az lett volna, hogy 8x80, ugyanazt látom eredményként, csak akkor két nagyságrendet kell följebb vinnem az eredményt. Tehát ezért mindig a nagyságrendet kellett meggondolni, és amikor azt már tudtam, akkor majd a helyére tettem magát a számot. Itt egy picit szeretném megmutatni ezt a reklámot, amit egyszer valahol találtam. Az IBM úgy reklámozta, hogy egy számológép, egy IBM számológép a 100 mérnököt helyettesít. Mert ezek a mérnökök ilyen számológépen nyomatták, úgymond ezerre, pestiesen mondva, és hogyha már volt egy ilyen gyors elektronikus eszköz, akkor ezzel lehetett helyettesíteni. Ez meg az MIT-n a hasonló számítógépes kurzus, mint amit most önök itt csinálnak, hogy mindenkinek a kezében van egy ilyen logarit, és próbálják megérteni, hogy mit csináltak az ősök. Stimmel? Apropó, ha már itt tartunk. És megtalálnám, megtalálom. Akkor megkérném, legyen egyszerűség, emeljék fel a logár lécet. Oké, kérem szépen, nagyszerű. Még egyszer. Barátságos arcot kérek, így még egyszer, és még egyszer. Kicsit fókuszál nekem, nincs annyira világos itt. Ez az most. Most jó, és még egyet. Nagyszerű, köszönöm.
Szóval itt tartottunk. És akkor most nézzünk meg még egy másikat, és most szorozni tudjuk, legalábbis látjuk, hogy hogy megy a szorzás. Tegye fel a kezét, aki tudja, hogy hogy megy ez legalább elvben. A szorzás. Remek. Valaki úgy érzi, hogy szeretné megtudni, és mégse tudta jönni ide hozzám, és megmutatom. Most nézzük meg ugyanez vissza, hogy hogy megy az osztás. Egyszerűen úgy néz ki, írjuk fel ezt a számot, hogy egyszerűség, hogy könnyen tudjuk elemezni, mondjuk azt, hogy 8-ban a 2. 8-ban a 2. Megkeressük itt az állóskálán a 8-at. Az állóskálán a 8-at. Ráhúzunk a mozgóskálán a 2-t. És az egyesnél meg leolvassuk, a mozgóskála alatti egyesen. Tehát a mozgóskálán ott van az egyes, attól leolvassuk azt, hogy mennyi az eredmény. Tehát még egyszer, állóskálán beállítjuk a 8-at, mozgóskálán beállítjuk a 2-t, úgy, hogy a 8-as fölé húzzuk a 2-t. Megvan, ugye? És alatta leolvassuk az eredményt. Most, ha nem 8 és 2, hanem 8 és 2,2, akkor a 8 fölé a 2,2-t állítjuk be, így, 8 és 2,2, mert egy kicsit oda kell figyelni, mert ugye a 2 és a 3 között a mozgóskálán sok-sok vonás van. Meg kell keresni a tizedeket, és a 2,2 tizedhez kell beállítani, és akkor azt olvassuk le, hogy 3, nem 90, hanem 3,60, 3 és valamennyi még. Vagy 4, hát hogyha attól függ, mennyire jó nézzük, de hát azért az én logarétszemben, ami elég jó ez, amit most használok, azt lehet látni, hogy majdnem 4. 3, 6, majdnem 4. Lehet kalkulátoron ellenőrizni, valakinél van egy kalkulátor, pötyögje be, hogy mennyi a 8-ban a 2,2. Van valakinél kalkulátor, mindenkinél van a szám, a telefonja be tudja pötyögni mindenki, hogy 8-ban a 2,2 mennyi. Hát igen, majdnem 3, 6, majdnem 4, ugye? 3, 6, ilyen. Világos gyerekek? Na tehát így ment a szorzás-osztás. Mindig megkerestük az osztandót, fölé húztuk az osztót, és az egyes vagy a másik oldalon a tízesnél leolvastuk az eredményt. Mert hogyha oda kellett húzni a tízesnél, akkor meg a tízes alatt olvastuk le az eredményt. Ez egy skála. Ezzel a skálával ezt lehet csinálni. Logarétszel összeadni nem lehet könnyedén. Lehet bonyolultan, de erről inkább nem beszél, nagyon bonyolult, felesleges. Logarétszel összeadni nem lehet, szorozni lehet, meg mindenféle más bonyolult dolgokat lehet csinálni, de összeadni nem könnyen. A második, amit szeretnék megmutatni, az most már innentől kezdve sokszor elválik, de sokszor a felső skála, tehát a mozgó skálának felső skála az szokott lenni a négyzet. Vagy ha nem az, akkor meg kell keresni, hogy melyik a négyzetes skála. Vagy rá van írva, vagy a mozgó skála fölötti skála az a négyzetes skála. Ennek az a nagy előnye, hogy négyzetre emelni, négyzetgyököt vonni rendkívül könnyű vele, mert csak azt kell csinálni, megkeresem a skálán, beállítom mondjuk a 4, és a négyzetre emelésnél fölötte leolvasom, hogy 16. Megkeresem a négyzetes skálát, és ugyanilyen arányított nézegetéssel meg kell néznem, hogy mi a 1 és a 2 közötti arány. Meg tudom nézni, a 4x4 az 16. Ugye? Sikerült? Nem? Na akkor hadd nézzem meg azon. Lehet, hogy azon bonyolultam volna. De igen, mert tessék nézni, 16, ez a 10, ez meg a 20. És ott van a 16. Ez a 15, 16, 17, 18, 19, 20. Köszönöm. Hát a négyzetes skálán, legtöbb logarétsznél a csúszka fölötti a logarétszen az az érték. Igen, tényleg ott van. Sikerült? Na nézzük meg. Tehát azt mondja, hogy itt beállítom a négyet rajta, így,
itt, és ezen leolvasom, ezen a skálán, és akkor itt a 10, ez a 20, vagy meg a 15, 16. Jó? Stimmel? Stimmel? Ugyanígy bármilyen számot, természetesen először, mielőtt négyzetre emelném, normalizálni kell. Azzal, hogy normalizálom, ezért a 10 hatványt, azt könnyen emelem négyzetre, mert akkor azt megduplázom a számokat, ami ott volt benne, ugye? De magát a számot, a normalizált számot, ami 1 és 10 közé esik, ugye, mert itt az 1 és itt a 10, ezt a számot tudom itt beállítani, és annak a négyzetét ki tudom számolni, és ahhoz hozzá kell adni a normalizált értéket, ami a kitevő. Pontosabban a kitevőnek az értékét. És akkor jön helyre a nagyságrend. Stimmel? Ugyanez megy fordítva, és egy az egybe, hogyha gyököt kell vonni, akkor fogom az a számot, amiből gyököt akarok vonni, normalizálom, és utána megkeresem a négyzetes skálán az értéket, és alatta az alsó skálán meg megolvasom az egészet. Keresjük meg a 9-nek a négyzetgyökét. Mint világos minden ilyen esetben, amikor ilyen bonyolult eszközről van szó, hát egy jó jelentős időt el kell tölteni a megbarátkozás, hogy az ember a skálákat megismerje, mi mettől meddig tart. Világos? A 9-nél meg kell keresni, hogy hol a 9, ez nagyjából itt a közepén van a 9. Mert utána van a 10, meg a 11, meg a 12, meg a 20, meg a 30, meg így tovább. Tehát ez a skála, a négyzetes skála, az nem 1 és 10 közé esik, hanem ezt kezdem mondani, hogy az 1 és 100 közé esik. Tehát ezért, hogyha megismerem a skálát, és azt látom, hogy a négyzetes skála 100-ig tart, akkor a 9 is látszik, hogy logaritmus skála, mert ugye itt a 100 és itt meg a 10 a közepén. Stimmel, kollégák? Egyen mellette levő skála a köb. Egyen alatta lévő a pi szer x. És így tovább. Attól függően, hogy kinek milyen szerencsé van, milyen jó logalécet kapott, hogy hány skálája van. A legfapadosabb, legegyszerűbb logalécnél csak egy négyzetskálá van és semmi más. Voltak ilyen nagyon nehéz sorsú kis gyerekek, akinek nem volt logaléce, amikor kellett ezzel csinálni. Ezért képzeljék el, Magyarországon nagy sikerre gyártották a papír logaléceket. Azon ráírva, hogy logarka. Ez a logarka, semmi más nincs, mert egy logarskála, meg egy négyzetskála, meg egy centi a tetején. Mert hogyha vonalazni kellett a gyereknek, legalább centije legyen. Úgyhogy ez egy ilyen rendkívül egyszerű kis fapados papírból készült. Ez a másik, ezt mérnököknek készítette egy Kökény Károly nevű miskolci mérnök. Nagyon vicces, ami rá van írva, az van ráírva, hogy óvjuk a törődéstől. Mert nyilván, hogyha ezt összetöröm, akkor összetörik. Tehát az van rá, hogy óvjuk a törődést, tessék nézni, így néz ki. Érdemes ránézni, hogy ezt valaki rendkívül sokat használta. Tehát szegény ember volt, nem tudta megengedni magának ezt a drága jószágot. Ilyen fémből készült, agyam már kérem szépen, hanem csak papírból. De hát ezzel ő ugyanúgy el tudott számolni, és ha szerencsénk volt, vagy neki szerencsé volt, akkor nagyokat alkotott vele. Tehát ezekkel a papíros logarlécekkel. Úgyhogy... Kellően késő éjszaka van, és talán ilyen késő éjszaka a hölgyek sem haragszanak meg, hogyha egy pikáns témát is megérintek. Egy picit fölmegyek és elkérem azt a lécet, ami ott fönt van az egyik kollégánál. Azt, ez az. Na hát ez a pikáns téma, képzeljék el, hogy erre az van rá, vagy rejsz. És nem tudom, a mai diák zsargomban szerepel-e, de ez a rejsz. Innen jött a történet.
mert a technikumban a gyerekek hát ezzel a rejszléccel számoltak, és ez a gondolat ez elterjedt. Ilyen érdekes ez a kultúrtörténeti mazsola. Na hát akkor most ennek itt a végére jutottunk nagyjából. Kérdezném a kontrollom végét, hogy ki úgy gondolja, hogy érti, hogy hogy lehet szorozni, osztani egy logarétszel. Remek, köszönöm. Mostantól már csak azt a sok időt kéne hozzátenni, az ember ezt gyakorlattá formálja, mert nem hiszem, hogy nagyon nagy értelme van, de ha valaki szeret számolgatni, akkor ajánlom szerezzen magának egy ilyen logarlécet. Egy és a csillagos ég közötti 1000 forintba kerül egy ilyen. A ecseri piacon van egy Jürgi, nem az ecserén, a Pecsában van egy Jürgi, aki erre specializálódik. Szóval bemegy a Pecsába a főszínpad elé, főszínpad a szembe középen, ott van egy Jürgi, aki logarléceket árul. Én még mindent megvettem tőle, ami érdekes volt, de ilyen nem nagyon érdekesből van neki egy hegynyi. Tehát mindig van egy csomó, ami nem nagyon érdekes, de jó kis logarléce, csak nem kuriózumok, tehát nem valami nagyon speciális. Nálam 1000 forintú indul fölfelé az érték, és mehet akármeddig fölfelé. Úgyhogy. Igen. Na most, logaritmus innentől, igen, köszönöm. A logaritmus és a szögfüggvény, meg a sok-sok minden más, innentől kezdve bonyolódik, és attól függ, hogy milyen a logaritmus, hogy hány skála. Mert sokszor a logaritmus szét van osztva sok alskálára. Tehát nem csak egyre, hanem sokra. Igen. Szögfüggvény, ugyanez a helyzet, hogy a logaritmusnál is alaposan meg kell gondolni, hogy hogyan is van a nagyságrendeknek a helyzet a logaritmus, és akkor meg kell keresni a megfelelő skáláját, és azon a skálán kell leolvasni. A vezérskála az mindig ez. Tehát ez a vezérskála itt. Ez. A számot, amit keresgélek, vagy szorzok, vagy szám logaritmusát, azt ezen a skálán állítom be, és a megfelelő skálákon olvasom be, csak itt kell nagyon meggondolni, hogy akkor most hány része van osztva, logarléc jóságától függ, hogy milyen részletességű a felbontás. Ugyanez vonatkozik a szögfüggvényekre is, mert rengeteg szögfüggvény dolog van rá föltéve, meg ilyenek ezen, hogy E ad egy ezred x, E ad egy század x, E ad egy tized x, ilyen skálák vannak. Vagy olyan, hogy E ad mínusz egy század x, és így tovább. Nyilván azok a fontos skálák, amiket valamilyen számítási környezetben sokat kellett használni. Természetes, nagyon sokat kellett használni a szögfüggvényeket. Nagyon sokszor a logarit túlsó felén vannak a színusz, az arkuszínusz, aztán ezek a középiskolában megszokott ilyen szögfüggvény értékek, hogy gyök alatt, egyszer, egy mínusz, nem tudom micsodák. Azok is külön skála van rá. Azért, hogy ne kelljen annyit agyazni vele, valaki tudta, hogy melyiket akar, azt a skálát kiolvasta, és már is megvolt az eredmény. Ezért volt rendkívül hatékony eszköz a logarléc, mert ezekre mind külön skálákat találtak ki. Nem hiszem. Én oda mentem egyszer. Lehetséges, hogy így van, de én teszteltem a dolgot. Azt mondták, hogy a pilótáknak kötelező logarlécet tanulni. Na hát egyszer úgy hozta a sorsom, hogy egy amerikai repülőtéren várakoztam sokáig. Jó, nyugodt reptér volt, nem volt tömeg. És időnként megjött egy repülőgép, és akkor ott mentek el az utasok ott mellettem. Hosszú időt kellett várakoznom, és gondoltam, na hát kihasználom ezt a jó időt, megvárom, amíg jön a pilóta, és oda megyek hozzá. És oda mentem egy csomó pilótához. Hát úgy kirögtek, hogy hihetett. Tehát azt uram, hány, hol szül, hol él, hogy gondolja ezt? A nagypapám, ilyeneket szoktak mondani, a nagypapám. Ugyanakkor persze, amikor arról van szó, hogy valaki hobbi repülő, hobbi pilóta, és szeretne ilyen all-timer, dupla fedeles gépeken döngetni, akkor azért nem állt, hogyha visz magával egy ilyen repülőkalkulátort, egy ilyen izét, amin soha mindent meg lehet akkor is mondani, hogyha minden bedöglött, az összes minden bedöglött, akkor még mindig bizonyos jelekből tud számolgatni vele. Úgyhogy árulnak ilyet, vettem is egy hónapja különben egy nagyon szép ilyen úgynevezett repüléskalkulátor, ez a neve. És azt mondják, hogy ezen minden rajta van. Amikor az ember fölmegy a honlapjára, azt írják, hogy ezt repülők tervezték repülőknek. Tehát minden olyan funkció, ami egy ilyen klasszikus, régi vágású repülőn kell, az ott rajta van. Néhány adatot kell neki megadni, arra meg vannak bombabiztos szenzorok, amiket meg lehet nézni.
És azt megnézik, és ott bepötyögik ebbe az ügybe, beállítják, és akkor már is megvan az eredmény. De az utasszájt a repülőgépen ott az már. Azt mondták, régesége. Volt egy másik ilyen téveszme is, azt mesélte nekem, és teljesen meggyőzött, és úgymond átbepalizott, hogy a repülőgépeken kell lenni morze adónak. Mert ha minden bedöglött, a morze mi működik. És akkor ezt is megkérdeztem, hogy és morze? És akkor látni kell van az arcod, na ne hülyéskedjünk meg. Na ne hülyéskedjünk. Úgyhogy ilyen, tehát erről ennyit. Na hát akkor most ennek nagyjából a végére jutottunk, hogyha igaz. Most még annyi lenne itt az utolsó percekben, amit szeretnék, hogy hát itt vannak ezek a különböző érdekességek, amiket itt kivetitek. Azt a bazi nagyot is, képzeljék el, hogy minden három fő nagy ilyen klasszikus műszaki intézménynek, műszaki egyetemnek, kandónak, bánkinak volt egy ilyen nagy logaléc. Ezeket én begyűjtöttem. Ez a nagy, ami itt van, ez éppen a bánkinak a logaléce volt, de a kandó is majdnem ekkora. Ami arra szolgált, hogy felakasztották a táblára, és amikor itt tanították a logalécezést, már pedig ezt meg kell tanulni, mert ezen múlt minden. Ha valaki nem tud logalécezni, garantáltan megbukott, és nem fejezte be az egyetemet, garantáltan. Úgyhogy a Bánki Dónát, a híres Bánki Dónát, nem akiről elnevezték, hanem akiről elnevezték az. Akkor beiratkozott a Műszaki Egyetemre, rájött, hogy nem tud rendesen osztani, szorozni, úgyhogy magántanált alkalmazott, azért, hogy magát a szózás-osztás koncepcióját begyakorolja. Aztán utána jött a logarléc. Ami maga a szózás nem volt világos, hogy mi van a nagyságrendekkel, egyebekkel, hát addig a logarlécehez nem lehetett hozzákezdeni. Aztán utána belejött elég jó ebbe a dologba, de ez kellett. Na most itt van még egy pár különleges érdekesség, amit ha már tárgyakat idehoztam, megmutatom. Hát ezek elképesztő, gyönyörűséges mazsolák. Hát ezzel lehetne egy hétig körülbelül beszélgetni, de most csak pár percet szeretnék rászánni. Ilyen eszközökből elképesztő mennyiségűt használtak az elmúlt időben. De nézzek meg ezt a gyönyörűséget. Ez egy zsebkalkulátor. Ellentétben a logaléccel ezzel összeadni kivonul lehet remekül. Úgyhogy fogom ezt a kis pálcát itt rajta, és ezzel így adogatom így össze az eredményeket. Így. Ha kivonni akarok, akkor meg megfordítom. Itt a másik fel meg kivonni lehet vele. És az a csoda érdekessége az egésznek, hogy amikor például összeadok, és fogok így egy számot, hogyha nem megy lefelé, akkor fölfelé kell húzni, és így a kerít rögtön átviszem a következő helyértékre. Tehát adja magát, hogy hogy kell a kerít gondolkodás nélkül továbbvinni. Mármint a túlcsordulást. Na most ezeket az eszközöket, amiből legalább 15 félét hoztam itt megmutatni, ezeket teljesen általánosan használták. Tehát egy megszállott számolomániás, az elődeink ezek voltak, a mérnökök, azok két ilyen kütyűt vittek magukkal. Egy logarlécet, meg egy ilyet. Mert a logarléc, az jó volt a szorzás, osztása, meg minden másra, de összeadása ilyen kellett. Úgyhogy ilyenből nézzék meg hányféle. Ezek mind jobbnál jobb anyagból készült, legalább 15 féle ugyanarra a kaptafára készült csodák. Kiskönyvben, nagykönyvben, nézzék meg, van, akik nagykönyvbe vitték, kiskönyvbe, tehát ezt variálták, mint az a bizonyos. Tehát ilyenből elképesztő mennyiségű ilyen gyönyörűzét csináltak. Vagy pedig, volt egy másik érdekesség, ugyanezt a valamit ráragasztották a logaléc hátsó felére. És akkor lett egy ilyen multipurpose, double purpose számoló berendezés, hogy szorozni, osztani is lehetett vele, meg trigonometriát, meg minden csodát, és megfordították, és ott meg ott volt a számológép, az összeadó kivonógép. Hát ez aztán király. Tehát akinek ilyen volt, az mindent tudott könnyedén csinálni. Hát ilyen érdekességekkel ért véget ez a korszak. Aztán majd egyszer áttértünk a mechanikus eszközökre is, mindenféle tekerős egyebekre, amit majd fogok hozni, de még mielőtt majd arra rátérek, még egy fontos dolgot azért hagyd mondjak el. Volt egy nagyon hosszú időszak, amikor valaki szegény ember volt, és nem tudott ilyen hardvert megvenni. Akkor képzeljék el, ilyeneket vettek. Mint ez. Szorzótábla. Ilyen szorzókönyveket vittek magukkal, és ezzel ment a szorzás. Mert mivel ment volna? A szorzás egy speciális képesség. A gyerekeket egy ideje, 100 éve nagyjából tanítják az egyszer egyre. Ugye kell szorozni 100-ig nagyjából. És fölötte, hát fölötte meg itt van a tábla.
Mert hát különben le kell írni papíron, és kell tudni, hogy hogy kell összead, és mindent kell tudni csinálni. Különben meg itt volt hozzá a könyv, úgyhogy ebből elképesztő változatossága volt ezeknek az eszközöknek. Most az egyik ilyen, amit itt éppen a kezembe tartok, de igaz, még hoztam be egy pár ilyet, ennél még sokkal nagyobbat is, mert bum, bum, ilyen. Most ezt aztán ezerre használták, tehát ez nem az, hogy csak néha egy picikét, hanem hát ezeket a könyveket vitték magukkal, és szorozni kellett, akkor nem volt kalkulátor, meg nem volt ilyen izé, ezzel, simán. Ugye? Ezzel dolgoztak az elődeink. Ilyet, ilyenből van itt egy kis millió, ilyen érdekesség. Ezek. És akkor most ott tartunk ennek majdnem a végén, ennek a történetnek, hogy véget érve, befejezésként szeretnék még akkor megmutatni önöknek egy két érdekességet, kettőt. Az idő szüke miatt, vagy a késő éjszakai óra miatt azt gondolnám, hogy nem itt fogom önöknek ezt végmutatni, hanem majd javaslom, hogy legyenek szívesek, nézzék meg otthon. Az egyik... egy rendkívül szórakoztató film, hát ezek a BBC-sek nagyon tudnak. Ez a film a görög antikütéra képezetéről. Itt két dolgot szeretnék elmondani. Mutattam ezt a Astrolobium nevű csodát, amivel a régi csillagászok számoltak. Ugyanakkor ezelőtt nagyjából 2000 éve ezt már olyanná fokozták, hogy számoló gép legyen. Ez nem gép, ez csak egy segédeszköz, egy táblázat, amit lehet forgatni. De csináltak hozzá egy csodát. Ennek az elejében nézzünk bele. Ezt úgy hívják, hogy antikütér a gépezet. Nézzük meg, hogy ezt milyen gyönyörűen csinálta meg a BBC ezt a filmet. More than 21 centuries ago, a mechanism of fabulous ingenuity was created in Greece. A machine capable of indicating exactly how the sky would look for decades to come. The position of the sun and moon, lunar phases, and even eclipses. But this incredible invention would be drowned in the sea and its secret forgotten for 2,000 years. The Roman ships traveling from Asia Minor to Italy passed between the Peloponnesus and Crete. The small island of Antikythera sits right in the middle of this maritime corridor. Its craggy, rugged coast presented a real threat to passing ships, which could be dashed against the unforgiving rocks in a storm. This is precisely what happened around 70 BCE to the ship filled with treasures we now call the Antikythera Wreck. In 1900, fishermen diving for sponges spied a bronze hand on the seafloor. They told the Greek authorities, who, the next winter, searched the Antikythera coast around the shipwreck. Half concealed in a seabed, they found more than 200 amphorae, some of them intact. Nearby were the usual objects of a ship's crew, such as oil lamps. There were also finely worked vases. The more they searched, the more exceptional objects came to light. In fact, this Roman boat, perhaps on its way from Rhodes or the coast of Asia Minor in what is today Turkey, had been carrying some of the most prized works of art of its day. The bronze hand proved to belong to a 5th century BCE Greek sculpture of a philosopher, whose head and some other things were later found. Another major discovery was a bronze of Hebe, a Hellenistic masterpiece sculpted around 340 BCE. Half submerged in the seabed, more statues were preserved from corrosion by the sand and sediment. They lift the veil slightly on the genius which created them from stone. Amongst these sublime objects, the divers found an intriguing bronze item, about 20 centimeters high, which began to disintegrate as soon as it was removed from the water. From the first, scientists realized that this was a mechanism for astronomical data.
scrupulously preserved at the National Archaeological Museum of Athens with the other objects from the wreck. The mechanism aroused the curiosity of many researchers. It was only in the 21st century that modern tools for scanning could penetrate the corrosion to reveal in three dimensions the interior of the machine. This showed a set of interlocking gears of astounding ingenuity. High-resolution photographs using different exposures brought to light inscriptions on the sides of the machine, which appeared to be part of an instruction manual. Scientists compared the numbers inscribed in the text to the number of teeth in the gears and their arrangement, and applied these to the known astronomical cycles of antiquity. Thus, a reliable reconstitution has been made. Na most egy picit a végébe kukkancsunk bele, csak aztán majd otthon akarja valaki végignézi. Elképesztő, hogy ebben mi született a végén egy ilyen. 2000 évvel ezelőtt készült ez a szerkezet, amikor még semmi más eszköz nem volt, csak reszelő meg körző. Még lehetett esetleg mások is, de ez csak egy hipotézis. Arra gondoltam, hogy ide cipelem, mert olyan érdekes, megmutatom önöknek, hogy ha volt nekik ilyen, semmi jel nincsen rá, hogy volt ilyen, de ezzel tudták ezt jól megcsinálni. Egy ilyen gyönyörű esztergával, mint ez. Hogy volt-e nekik ilyenjük, az erősen kérdéses. Nem utal rá semmi jel. De hogyha egy pillanat ezt itt beüzemelem, akkor megláthatják, hogy ez milyen gyönyörűségesen tud működni ez a szerkezet. Ezt itt bekapcsolom egy picikét. Így. Adunk neki egy kis villanyt. És elindítjuk. Így. És akkor ezzel a valamivel gyönyörű lehet az ilyen fogaskereket, meg minden csodát, amit itt látunk. Ez egy múlt század előtti században készült, tehát a 18. század vége felé készült gyönyörűséges órásesztelga. Az órások egy ilyennel szinte mindent meg tudtak csinálni. Mindent kézzel lehetett állítani rajta, minden funkció gyönyörű lehetett kézzel működtetni, úgyhogy fordulatszámot változtattam úgy, hogy ezt így levettem, és akkor kicsit megbillentettem a jószágot, és akkor így csináltam egy kicsit lassabb fordulatot, hogyha éppen arra volt szükség. Kihúztam, megfeszítettem az egészet, és akkor hadd menjen. Igen. Tehát az egyik, amit szerettem volna megmutatni, és befejezésül, legalábbis amit én anyagként gondoltam, most mutatok önöknek, egy másik ilyen érdekesség. Az URL-eket fel fogom másolni arra a helyre, amit mondtam az óra elején. Különben ezt a Nature-nek a filmjét, ez valami hihetetlen gyönyörű. Egy picit nézzünk bele egy másodpercre. Ez a Nature által készített tavaly talán. Nem tavaly, 2008-ban már régi film. Nature publishes a second paper on an ancient Greek mystery, the Antikythera mechanism. És akkor itt kicsit tovább megyünk, egy picikét. Ez az ember ezt csinált. Szóval a legnagyobb cégek oda vitték a legjobb röntgengépeiket, átröntgenéztek az egészet, és több ezer betűből álló utasítást elolvastak a felületéről. Mivel ez bronzból készült, a felületére rágravírozták a használati útmutatót, és több ezer betűt el lehetett olvasni. Úgyhogy most mindent tudunk róluk nagyjából, és ugye gyönyörűséges replikák készültek, úgyhogy nagyon érdemes a filmet megnézni, de nem ezt akartam megmutatni, hanem egy másikat befejezésül. Mert sok-sok minden érdekesség született, de az egyik ezek közül ez a... Van ez a Turing film, amit szeretnék majd önöknek mutatni.
Na nézzünk ebbe bele, hogy ez az, amit akartam. Igen, ez az. So notice that this scanner bill, whoa. Load letter? What the f*** does that mean? That's it. Bocsánat, nem, ez a géprombolóknak az egyik ilyen gyűjteménye, nem erre gondoltam. Föltegyem? Azt szeretem megmutatni, most nem húzom az időt vele, majd fölteszem az URL-t, hogy találtak egy csodálatos svájci mechanizmust, egy számoló berendezést, ami kézírásos aláírást tud csinálni évszázadok óta. Úgyhogy minden bele van programozva egy ilyen kis elme, belemátja a tintát, vagy a tollat a tintába, és utána így aláírja a gyönyörűen a nevét, és minden be van rajta, szemem mozog hozzá. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez az analitikus gép volt az első mechanikus számológép Angliában, hát az nem így van. Nagyon sok ilyen volt, és erre azt szeretném csak itt fölvenni a figyelmet, hogy a tudományban mindig kiemelnek ilyen különleges, akkor föltupírozzák az égig, de az ember közel megy, megtalálja a kislépéseket is mindig. Úgyhogy én ezekből a kislépésekből is szeretnék majd jó néhányat megmutatni. Hát kollégák, az óra nem sokára véget ér, ahhoz, hogy itt ne az áráskor kelljen küzdeni a portással, én azt kérném, hogy akinek kérdése, hogy jöjjön ide, nézze meg a tárgyakat, logaléceket kérem hozzák vissza egy dobozba, és akinek kérdése van, szívesen bármit megmagyarázok még, különben egy hét múlva találkozunk.